Február 14-én hazánkban is lezárult a téli átigazolási időszak, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Érkeztek és távoztak is nagy nevek, elég akár csak Mirtó Uzunira gondolnunk. A mai adásban ezen transfereket fogjuk kielemezni, értékelni Tarr Ákossal, a Futball.hu TV főszerkesztőjével. Hát szia Ákos, és köszöntelek a műsorban. Szia Dani, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Úgy terveztem, hogy a tabellán lentről fölfelé végighaladva beszélünk az adott csapat transfereiről. Hát így kezdjük az Újpesttel. Most az Újpest legnagyobb igazolása szerintem kérdés nélkül Kádár Tamás. Azért ő mégiscsak egy 57-szeres válogatott hátvéd, aki szerintem kicsi meglepetésre igazolt Újpestre. Azt hiszem, hogy ő tabellán feljebb helyezkedő csapatok keretében is bőven megállta volna a helyét. Szerinted miért igazolt Újpestre? Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért igazolt Újpestre. Annyiban teljesen nem értek veled egyet, hogy legjobb igazolás az Újpestnek. Nyilván ez majd utólag ki fog derülni, ezért az Újpest emellett beerősített még például ugye egy nagy visszatérővel, Onovóval, illetve azért Zivzivacére is kíváncsi vagyok, hogy a mezőkövesdi vagy a fehérvári formáját hozzá Újpesten, hiszen hát az egyáltalán nem mindegy, hogy melyik arcát mutatja majd a grúz támadó. Viszont visszatérve a kérdésedre Kádárra, ha tényleg azt nyújtja, amiért 57-szeres válogatott, akkor természetesen nagyon nagy erősítés az Újpestnek, mert az Újpest az egyik legrosszabb védelem az idei bajnoki szezonban. Ugye emiatt érkezett például egy másik védő, ugye az észt válogatott Márten Küszkis, aki már be is mutatkozott például a Fradi elleni derbin. Igaz, nem a legszerencsésebben, hiszen ugye Loncsár lövés az ő lábán pattant be a kapuba, úgyhogy az ő debütálása nem sikerült túl jól. Hát kérdés, hogy egy magyar válogatott védő, egy volt magyar válogatott védő most mennyire tud majd segíteni a Liláknak, főleg, hogy Kádár valószínűleg ebben a hónapban nem játszik, tehát nagyjából 3 hónap áll a rendelkezésére, hogy beilleszkedjen, és húzó embere legyen az Újpestnek, és sikerüljen bent tartani az Újpestet. Most így a Krusztics ére alatt egyébként nem is nagyon a védelemmel van a baj Újpesten, az úgy néz ki, hogy kezd még Kádár nélkül is valamennyire összeállni, hanem inkább a támadással, úgyhogy azért most már lezárult az átigazolási piac, de lassan már a támadásokra is figyelnie kell az Újpestnek. Ugye Kádár azért, Kádárnak nem idegen, ugye bár az NB1 a magyar bajnokság korában, ugye a Diósgyőrben is láthattuk őt, és Kádár nem az első olyan magyar válogatott játékos, aki visszatér az NB1-be a közelmúltban. Ugye ilyen például Guzmics is, ugye aki most jelenleg Szombathelyen játszik, de mint láttuk azért az, hogy valaki többszörös magyar válogatott játékos és megjárta mondjuk tényleg külföldet, ugye Guzmics is ugyanúgy Kínából tért az, amit mondjuk most Kádár, az nem jelenti azt, hogy aztán tényleg azt is nyújtja, amit mondjuk sokan elvárnak tőle, hiszen például Guzmics is jelenleg azért még az NB2-es haladásban is nehezen tud alapember lenni, Mezőkövesden pedig ahol visszatért az NB1-be, hát ott sem nyújtotta mondjuk a legjobbját, láttunk ugye erre mondjuk ellenpéldákat is, például egy szintén magyar válogatott visszatérőt, Csuzsák Balást, nagyban segítette a DVSC-t a feljutáshoz, és most is ugye csapatkapitánya a Lokinak. Kíváncsi leszek egyébként, Kádár ugye azt nyilatkozta, hogy nagy tervei vannak Újpesten, hogy és tényleg sikerül az Újpestnek a bentmaradás, akkor a következő szezonban el tudom képzelni róla, hogy tényleg alapember lesz, és ha jól beilleszkedik, akkor itt tényleg nagy erősítés lehet majd Kádár. És szerinted miért az Újpestet választotta? Neki érzelmi kötődései nem lehetnek a Lidákhoz, hisz junior játékosként az Alegerszegben futballozott, és később is a Diósgyőrbe jött vissza. Nyilván, hogyha egy csapatba vissza akarna jönni Kádár, mondjuk láttunk erre mondom példát az utóbbi időben, hogy mondjuk NB2-es csapathoz például megint fel tudnám hozni Guzmicsot, hogy ugye a volt csapatához, a Halihoz tért vissza, annak ellenére, hogy most NB2-es a Szombathelyi együttes. Nyilván Kádár valószínűleg azért még nem akart annyira leadni, hogy mondjuk másodosztályban futballozzon. Ugye most a Diósgyőr ugye a másodosztályban maradt, és hát hogyha tényleg az akar térni Magyarországra, és tényleg Rossi szeme elé kerülni, megint hiszem, mint Rossi nyilatkozta nyitva az ajtó Kádár előtt is, hogy visszatérjen a válogatottba, hiszen a spliti súlyos öregség óta ugye nem lépett pályára a magyar nemzeti csapatban már 2,5 éve. Na most, hogyha körbenézik az NB1 csapatait, akkor túl sok olyan csapat nincsen, amelynek tényleg akkora védelmi problémái lettek volna, mint mondjuk az Újpestnek, és gondolom emiatt döntetett ott úgy Kádár, és az Újpest is akart egy nagy fogást, ugye most ott lett ugye tulajdonosváltás is, nyilván akartak egy nagy fogást, ráadásul ugye a fővárosban van, talán ez is egyébként sok mindenben szokott befolyásolni általában dolgokat, például Mitrovics is emiatt került egyébként az Újpesthez annó az Epétől, hiszen családi okok miatt, hiszen Pest és ugye a lila-fehér kötődés is ebben nagy szerepet játszott. Szerintem valószínűleg ezért igazoltatott a
Kádár mindenképp meg akarta erősíteni a védelmét az Újpest, és úgy valószínűleg nem volt más NB1-es ajánlat a Kádárnak, vagy hogyha volt, akkor valószínűleg olyanok, hogy azért erre nyilván szívesebben igent mondott. És szerinted van esélye a válogatottságra egyáltalán? A magyar válogatottnak jelenleg van szüksége egy Kádár Tamásra, azért már összeállt védelem szerintem. Nagyon rég láttam Kádárt játszani, megmondom őszintén, amikor 3-0-ra kikaptunk a horvátoktól. Na most neki formába kell lendülnie, ráadásul nagyon nem mindegy, hogy mi lesz ezek után, hiszen hogyha most az Újpest kiesik az MB2-be, akkor májusra már megtudjuk, hogy Kádár egészen biztosan nem fog játszani a magyar válogatottban a következő évben, és mivel kiöregedőben van, valószínűleg soha többé. Én pedig ezt nem gondolnám, mert most amiket olvastam friss infókat, na most, hogyha Kádár tényleg végre be tud mutatkozni az Újpestben, azért minimum, vagy hát maximum egy hónapja, de még lehet, hogy annyi sincs hátra az első keret hirdetésig, mert ugye amikor február 16-án most veszik fel a videót, na most márciusban, március 15-16-a fele fog Rossi keretet hirdetni. Tehát valószínűleg a Szerbia és Észak-Írország elleni barátságos meccsekre egészen biztosan nem fogja tudni magát bejátszani a magyar válogatottba. Hát utána meg majd eldől, hogy abban a 2-7 hónapban tud-e tényleg olyan kimagasló teljesítmény nyújtani, hogy mondjuk tényleg amikor majd játszunk itthon az angolokkal, meg megyünk Olaszországba, és akkor Németország megint Anglia, tehát arra júniusi 4 mérkőzésre szuper csapatok ellen. Nem tudom, tehát Kádár legfeljebb akkor tudna akkor szerintem bekerülni arra a 4 meccsre, a Nemzetek Ligája meccsekre, amennyiben tényleg mondjuk a védelemből 2 oszlopos tag is kidől. És mint látszik, azért Rossi nem mondjuk a nagy öregekre összpontosít, például mondom Kádárra, vagy mondjuk akár Korhutra, aki most egy blokiban sem nagyon játszik, tehát ugye ő náluk szinte bezárult az ajtó, hogy mondjuk Besénél is, bár Besé is kérdéses, hova igazol, és visszatérhet a válogatottba, de hát inkább a fiatalok élen most a szerep, ilyen például ugye Balogh Botond, nem inném azért, hogy akkora sérülés hullámunk lenne. És mondom, én valahogy nem vagyok túl optimista Kádárral szemben, tehát annyien korábbi nagyon jó magyar válogatott játékos hasalt el visszatérve az NB1-ben. Most az Újpestnél például Stibert is mondhatnám, azért ő se váltotta meg a világot nagyon Újpesten, most meglátjuk az MTK-nál milyen lesz. Szóval szerintem Kádár nem nagyon lesz már többet válogatott. Tehát egyedülre az is benne van, hogy azt mondják nagyon sokan, hogy ugye Dzsuzsák mikor térhet vissza a válogatottba, és azért Dzsuzsák nagyon sok lépéssel Kádár előtt van jelenleg, hogy visszatérjen a válogatottba, de egyedülre még Dzsuzsák is messze áll tőle. Úgyhogy nem minden egyébként Kádár itt visszaverekedni már magát a válogatottban. Pár perccel ezelőtt szóba hoztad az Újpest bennmaradását, szerinted ki fogják tudni harcolni ezt? Nagyon jó kérdés egyébként. Most az Újpest lett úgymond az új Diósgyőr, hogy tényleg mindig összejön ez. Hogy idén összejön-e? Nagyon jó kérdés egyébként. Ugye most a Gyirmót is nagyon megindult felfelé, akkor ugye az MTK is nagyon jól igazolt, és most a felcsúti győzelmükkel meglátjuk, ez csak egy fellángolás vagy feltámadása. De én szerintem egyébként ez főleg a riválisoktól is függ. Most a Honvéd is nyert, tehát nagyon izgalmas lesz itt a kiesés ellen a harc, de szerintem egyébként az Újpest időben fog maradni. Jó, nagyon nehéz lesz, de ha a védelem össze tud állni, és elől kicsit acélosabb lesz az Újpest, akkor itt még van bőven hátra a mérkőzés, szerintem ki fogják idén is harcolni a bentmaradást. Lépjünk is tovább a tabellán, a szintén kieső jelölt és jelenleg kieső pozícióban lévő MTK-val folytassuk. Hát náluk azért voltak nagy érkezők. Tehát ilyen például Futács Márkó, Stíber Zoltán, Szakály Dénes, Stefan Spirovski és Szépe János is. Ők azért egyaránt elég rutinos játékosok, akik az NB1-et jól ismerik. Ennek talán eredménye az, hogy meg tudták verni a Puskás Akadémiát. Lehet ennek már látszata ilyen rövid időn belül? Valamennyire igen, hiszen azért egyre többen mutatkoztak be az új igazolások közül. Egyébként az MTK húzott bele a legjobban és a legelején itt a januári transfer időszaknak, és úgy gondolom, hogy azért sok olyan játékost igazolt, akikre azért lehet építeni. Ugye ilyen ugye Futács Márkó, aki ugye bár mostanában tényleg vándormadár lett, hiszen amióta gólkirály lett Horvátországban, nem nagyon találja magát a Vidiben sem, Zalaegerszegen, hiába volt fél évet, ott sem szerepelt valami jól, tehát egy éven belül váltott konkrétan 3 csapatot Futács, ez is sokat elmond róla, de egyelőre van 2 gólja, és az MTK-ba ez kellett, hogy valaki rúgja a gólokat, tehát Bojan Miovskin kívül szinte egyáltalán nem tudott az MTK gólokat rúgni, ősszel mindössze 13 gólt szerzett, ami nagyon kevés, és így nyilván
nyilván nem lehet bent maradni. Aztán nyilván a védelmet is meg kell erősíteni, ugye Slobodan Rajkovics talán a legnagyobb név, aki ugye most Topolyáról érkezett, illetve ugye Spirovskinak sem idegen az NB1, a középpályára, és szerintem egy kiváló igazolás. Szakegyenesen kicsit meglepődtem egyébként, ugye Siófokról tért vissza, mostanában ugye a Paks Siófok csapatok között ingázott, ugyebár, tehát van NB1-es rutinje, de őt a másodosztályba igazolta az MTK, még jobban meglepődtem azon, hogy azért mostanában szinte rendre kezdő lett. Akkor Rajkovicson kívül kiemelném Szépét is, aki fél évet volt csak mezőköves, de tovább is állt az MTK-hoz. Zalaegerszegen is bemutatta, hogy azért ő tényleg egy remek védő. És Stieberre leszek nagyon kíváncsi, hogy a Zalaegerszeg és újpesti leszereplés után az MTK-ban magára talál-e. Viszont azért Stieber legszebb éveit maradjunk, annyiban tényleg nem az NB1-ben töltött az utóbbi években. Milyen szereplést vársz tőle? Szerinted képes visszahozni a régi formáját? Nagyon jó kérdés, hogy képes lesz-e visszahozni a régi formáját. Az első három meccsen hát egyelőre nem úgy szerepelt, hogy azt tudja mondani, hogy itt ez lesz Stieber legjobb fél éve az NB1-ben. Viszont, hogyha itt összeáll az MTK, akkor ezért Stieber is nagy hasznára válhat az MTK-nak a bentmaradáshoz. Újpesten is azért kicsit már jobb teljesítmény nyújtott szerintem, mint Zalaegerszegen, és amikor Stiebert leigazolta az MTK, én úgy voltam vele, hogy azért valószínűleg az MTK-ban talán még jobban szerepelhet, mint Újpesten. Mondom, itt nagyon nagy kérdés, hogy az MTK kiesik-e, tehát itt azért nem minném, hogy egy Futács Márko vagy egy Stieber Zoltán maradna egy másodosztályú MTK-ban, a külföldiek biztosan elmennének, mert ugye nem játszhatnak a másodosztályban, a legfeljebb Szakály Dénes, aki maradhatna, mert ugye neki van MB2-es tapasztalata, ugye Siófokról. Tehát azért nem lehet ezt nagyon megjósolni, mert amennyiben az MTK ugye kiesne szezon végén, és most azért, hogyha megnézik az elmúlt éveket, hogy hányszor esett ki az MTK, és megnézik az őszi szereplést, azért erre nagy az esély, hogy idén búcsút veszünk megint az MTK-tól, lehet megint csak egy szezonra, de búcsút veszünk, akkor Stieber MTK-s karrierje hamar véget érhet, úgy megértem, szóval túl sokat nem tudnak bizonyítani. Ezek szerint kiesést jósolsz az MTK-nak? Igen, szerintem ők lesznek az egyik kieső, tehát... Most azért meg tudták verni a Puskás Akadémiát. Azért az nem kis fegyvertény szerintem. Diós Győr is meg tudta verni tavaly a Fradit idegenben. Tehát épp ez az, hogy hiába erősít egy csapat nagyon jó, sőt produkál egy nagyon jó tavaszt, hogyha az egész őszt elszúrta. Most erre fel tudnám hozni például a 2018-19-es haladást is, amely az utolsó 11 fordulóban a bajnokság harmadik legjobb csapata volt, de annyira gyenge őszük volt, hogy gyakorlatilag elúszott az egész már ott, és kiestek ugye a szombathelyek, és azóta is ott vannak az MB2-ben, teszem hozzá. Akkor a tavaly a Diós Győr szintén jött, vagy 10 új igazolás, ráadásul ott nagyon nem voltak megfontolandók azok az igazolások, mert szinte az összes játékosnak távoznia kellett, mert ugye külföldiek voltak az edzővel együtt, tehát ott egy új csapatot kellett építeni Miskolcon, mondjuk ez lehet jót tett a Diós Győrnek, mert most ugye feljutásra esélyes csapat a DVTK, és ugye első helyen áll az MB2-ben, szerintem az MTK-val valószínűleg ugyanez lesz. Tehát az, hogy télen összevásárolnak tényleg jó játékosokat, meg produkálnak egy jó tavaszt, kérdés mennyire jó tavaszt, talán az a szerencséje az MTK-nak, hogy szoros a mezőn, és akkor bent lehet még maradni, de szerintem az MTK lehet az egyik kieső. Nem merek jósolni kiesőt, mert a három fővárosi csapatból valószínűleg egyébként kettő lesz, most arra a legnagyobb az esély, de nagyon nehéz megjósolni egyébként, mert most nagyon szoros, tehát nincs olyan csapat, mint mondjuk tavaly előtt a Kaposvár, hogy azt mondod, hogy jó, egy fix kieső biztos van, itt most nincs. És az MTK miért nem tud megragadni az NB1-ben? Most kicsit túlzok, de ez szinte évente ugrál az NB1 és az NB2 között. A játékos keret kicserélődése szerintem az egyik legnagyobb oka ennek. Most meg összehasonlítjuk a kereteket, szinte évről évre majdnem, hogy változik. A tavalyi MTK volt ugye az egyik legjobb MTK az utóbbi években, hiszen a 2015-16-os szezonban fordult elő utoljára, legutóbb olyan, hogy az MTK bennmaradt a magyar első osztályban. És erre 5 évet kellett várni, hogy ez ismét megtörténjen. Hát igen, az MTK az úgymond, hogy egy külföldi példát hozzak, a magyar bajnokság Norwich City-e, vagy Fulham-e, hogy folyamat ingázik a két osztály között. A másodosztályban nagyon jó, az első osztályban meg mondanám azt is, hogy változó, mert mondjuk az MTK-nál a legutóbbi kiesés az inkább a jó ősz és a borzasztó tavasz kárára ment, tehát ott meg éppen hogy fordítva volt. Meglátjuk majd.
Folytassuk egy szintén kieső jelölt csapattal, a Debrecennel. Hát itt fiatal játékosok mellett csupán Dorian Bemuszki érkezett, aki eddig nem tűnik egy világ megváltónak. Szerinted kellett volna még igazolni a Debrecennek? Védőt. Tehát egyébként ezt mondja a legtöbb Loki szurkoló is, és egyébként igazuk van, hogy minek támadó, mikor ugye annyi van Debrecenben. Ugye most egy fiatal játékos srác Balást igazoltak ugye a Honvéd Akadémiájáról, mondjuk az ő mérlege sem a legjobb, ugye 19 meccset gól, de nyilván majd az attól függ, hogy egyáltalán BVSC-ben mennyi játék lehetőséget kap, mert nem hiszem egyébként, hogy annyira alapember lenne már így rögtön ebben a fél szezonban, aztán lehet, hogy egy-két szezon múlva be tudják ők majd építeni a csapatba. Hát eleve Dorian Babunski testvére sem volt itt a Messiás Debrecenben, na most maga Dorian Babunski szintén nem tűnik annak. Ugye egy távozója volt a Debrecennek, ugye Németh Krisztián, aki gyakorlatilag jött és ment, tehát én egyébként Kádárnál ezért voltam ennyire talán pesszimista, mert azért Németh sem váltotta meg nagyon a világot Debrecenben, tehát az a baj, hogy sok ilyen játékos van, aki erre a sorsa jut, mondjuk akik korábban ugye magyar válogatott játékos volt. Lehet, hogy Németh Krisztián pótlására érkezett Babunski, de azért Németh annak ellenére, hogy kevés időt töltött el Debrecenben, azért szerzett ugye két gólt, egyet a kupában, egyet meg ugye a bajnokságban, az nem annyira rossz, de nem is a legjobb mérleg. Hát azért védő az ugye nem ártana a Debrecenben, ugye most a fiatal Baranyai Nimród, aki ugye nagyon sokat szerepel, ugye két külföldit hoztak még a nyáron, ugye Dylan, illetve Charleston, mondjuk egyelőre Charleston sem játszott ugye túl sokat sérülés miatt, és ugye Rabina, aki ugye mind a harmadik számú kapus, ő is ugye nem mostanában lett igazolva, tehát már ugye Herceg András hozta ide Debrecenben, mégis most tudott debütálni és egész jól, de most a legutóbbi fordulóban a mezőkövesen is kapott 4-et a Debrecen, tehát azért a védelemről ez is sokat elárul, hogy a második fődőben teljesen szétesett a Loki. A támadókkal meg ugye eleve nincsen akkora probléma, tehát azért Dzsuzsák, Ugrai, olykor ugye Sós Bence is, vagy például Szécsi, aki Fehérváron duplázott, szinte mindig van a Debrecennek olyan játékos, aki vállalja azon a meccsen a gólokat, nagyon ritkán fordul elő, hogy a Debrecen nem talál a hálóba, de hogyha már ennyi támadót hoznak, nyilván kéne, aki majd védekezik is, mert ez volt az egyik legnagyobb hiánya. Én a Debrecentől többet vártam ebben az átigazolási időszakban, konkrétan Dorian Babunskin kívül mondjuk ki ugyanaz a keret Debrecenben, mint amely neki futott ennek a szezonnak, mert Németh Krisztián azért túl sokat nem volt itt, tehát igazából Debrecenben nagyon-nagyon halvány volt ez az átigazolási időszak így 2022 terén. Nyilván nem látok bele a debreceni életbe, de szerintem az, hogy egy Korhut Mihály szintű játékos ne játszon, azt szerintem nem fér bele. Főleg úgy, hogy a Debrecen a kiesés elől menekül, és azért neki aztán bőven van tapasztalata a nemzetközi téren is. Egyébként igen, tehát engem is az lepett meg, hogy Korhut nagyon kevés játék lehetőséget kap, és azért ő erre többre hivatott. Egyébként vannak ajánlatai, valószínűleg egyébként Nyíregyházán fog kikötni Korhut egyes hírek szerint, ami hát maradjunk annyi, hogy tényleg visszalépés lenne az ő karrierében, ráadásul, hogyha Korhut most sokat játszana, akár a válogatottban is visszatérhetne, mert most a Debrecen NB1-ben van, tehát nincs az a kikötés, mint tavaly, ami miatt nem kerülhetett be mondjuk a válogatottba. Igen, és Korhut tényleg nagy tapasztalattal rendelkezik, de hát ugye épp ezt mondtam Kádárra, megint visszakanyarodok Kádárra, de hát Korhut, akkor jó, aki még Guzmicsot hozom fel megint, ugye, aki Kövesdel játszott, pontosabban nem játszott, tehát nagyon, tehát ők például ide az NB1-ben nem tudtak alapemberek lenni, ezért leszek kíváncsi Kádárra, és korai elkiabálni, hogy nagyon nagy igazolás Kádár, névre egyértelműen, de most visszatérve akkor ide Korhuthoz. Mert nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy mi lesz az ő sorsa, egyébként nagyon úgy néz ki tényleg, hogy ő távozni fog, mert tényleg őt egyedül nagyon nélkülözi idén a Debrecen. Hát az nem kérdés szerintem, hogy távozni fog, mert azért ő sem erre méltatott, hogy most itt a padon üljön folyamatosan, viszont azt sem gondolnám, hogy azért neki az NB2-be kéne igazolnia. Azért ő egy jó képességű játékos, és szerintem jó pár NB1-es csapatnak nagy szüksége lenne egy ilyen játékosra, mint Korhut. Az biztos, viszont hát nyilván játszani akar Korhut Mihály. Ugye, hogyha még idén, vagy hát ebben a szezonban oda kerül Nyíregyházára, akkor már csak ugye szerződés bontással kerülhet oda, hogyha Debrecenen szerződés bont. Mondjuk látva a játékperceit, ettől annyira nem áll távol. Hát ugye Korhut is már 33 éves,
úgyhogy lehet tényleg ő már itt Magyarországon fogja befejezni, és nem igazol külföldre, nem kezd megint légiós életet. Tehát ő ugye azért jött haza Debrecenbe, hogy felsegítse a csapatát az első osztályban, és aztán ott is segítse. Na most egyelőre, ugye legutóbb... Azért az MB2-ben sem játszott olyan sokat, bocsánat, hogy közbevágok, de azért az MB2-ben sem játszott folyamatosan kezdőként, és az is meglepetés volt. Igen, ugye csak 22 meccsen játszott a 38 forduló során, viszont azért az MB2-ben még mindig többet számítottak ő rá, mint mondjuk idén az MB1-ben. Ugye legutóbb az Alegerszeg ellen játszott még decemberben 7 percet. Hát ez rendkívül kevés, rengetegszer nem került a keretbe, és hogyha ezt megfigyeljük, akkor ez azóta van, amióta ugye Carillo átvette a Debrecen, tehát amióta Carillo az edző, azóta 7 percet kapott Korhut. És azért azt nem mondani, hogy mondjuk Carillóval egyelőre szárnyalna a Debrecen. Akkor szerinted sokkal inkább emberi oldal van annak, hogy ő nem játszik, mint sem szakmai? Meg lehet, mert hát mondom, Carillónál sem kapott túl sok játék lehetőséget. Egyedül, amikor tényleg nagyon számítottak rá, az azon a két meccsen volt, amikor ugye Jeremiás ült le a Loki kispadjára, úgymond a vészedzőként, amíg nem találták meg Huszték utódját. De annyira Husztinál sem volt alapember, várjál, de. Igen. Mert... Husztinál még azért a szezon első felében azért kapott rendesen játékperceket, kevés meccset hagyott ki, de szerintem itt nyugodtan írhatjuk el jó számlájára azt, hogy nem játszik. Még visszakanyarodnék egy kicsit Németh Krisztiánra, hogy őt is szóba hoztad. Adni kellett volna még neki egy kis esélyt? Mert azért mondtad, hogy rugott két gólt, és azért ő is egy olyan játékos, akinek van tapasztalata. Na most nyilván abból nem lehet megélni, de szerintem azért nem kellett volna elküldeni már a télen. Nyilván az is közrejátszott, gondolom, hogy volt egy súlyosabb sérülése, és csak ha jól emlékszem, februárban tudott volna először pályára lépni. De mit gondolsz erről? Hát itt két oka van annak szerintem, hogy Németh Krisztián távozott. Az egyik, hogy valószínűleg akkor ő is szerette volna, és emlékezte magát jó Debrecenben, vagy pedig Carillo őrá sem számított, mert más nem nagyon tudok elképzelni, mert ez tényleg egy ilyen szemvillanás alatt érkezett és ment is Németh Krisztián. Nyilván, hogyha kapott volna időt, akkor szerintem tényleg hát, Torian Babuszkinál, amit eddig láttunk az Észak-Macedon támadótól, még mindig jobban teljesített Németh Krisztián. Nyilván a legjobb, karrieri legjobb formáját is az ő távol állt itt Debrecenben, de hát ennyire kevés meccsből nem lehet kiindulni. Tehát mondjuk az, hogyha megnézzük, 7 meccsen rúgott egy gólt, ez azért nem a legcsábítóbb mutató mondjuk egy klubigazgató számára, hogy leigazoljon egy csatárt, de azért nyilván kellett volna neki szerintem még egy kis időt adni. Én is azt gondoltam, hogy ahogy távozik, akkor rövidesen be is jelenti valamelyik csapat. Na most egyelőre én erről nem olvastam. Nincs csapat a Németh Krisztiánnak. Szerinted hol lesz neki a következő állomás? Itt az NB1-ben? Nagyon jó kérdés, hogy hol találja meg magát. Egyébként én inkább az MB2-re voksolnék. Most itt az MB1-ben Németh Krisztiánra nem tudom, melyik csapat tartana igényt. Érdekes lesz esetleg, hogy Bese Barnabás is itt köte ki, esetleg, vagy itt köt ki-e az MB1-ben. Mondjuk rá több esélyt látok, de lehet Németet is mondjuk egy feljutásra esélyes csapat vinni el inkább fél évre kölcsönbe, vagy akár következő szezonig is. Ugye például Ugrai is tavaly csapat nélkül volt, aztán márciusban került vedem Debrecenbe, ahol most az NB1-ben egyébként a Loki idei egyik legjobbja. Igen, jó, hogy Besét szóba hoztad, mert róla azt lehetett olvasni, hogy a Vasasnál edz. Könnyen elképzelhető, hogy oda is igazol. Igen, ugye a Vasas ezért adott jó pár játékosnak ugye lehetőséget, hogy egyszer, nem tudom hányszor fogom még egyébként Guzmicsot szóba hozni, de ha jó... Ilyen számállót beteszek majd felülre. Rendben, és akkor ugye Guzmics ugye tavaly a Vasasnál edzett, és aztán még a Haladásban kötött ki, tehát azért még koránt sem egy biztos pont, hogy mondjuk Bese a Vasashoz igazoljon, bárha a Vasas átigazolási politikáját nézzük, benne van, de minden egyébként be sem még visszavágyna esetleg Magyarországra, tehát szerintem ő még azért akar magának egy külföldi csapatot, ráadásul Ciprusra nagyon szívesen igazolnak manapság játékosok, magyar játékosok, hogy ez az átigazolási időszak, ez
főleg a ciprusi magyarokról is szólt legtöbbször, úgyhogy esetleg még az is szóba jöhet, hogy Belgium után besénél, vagy esetleg az, hogy visszatérjen az MTK-ba. És ugye németnél is egyébként mondhatjuk ezt, hogy visszatérhet akár az MTK-ba, mert ő is korábban ott megfordult. És most így végig gondolva egyébként, ugye most már ott van Futács Mijovszky mellett az MTK-nál, de egyébként lehet talán még az MTK tartani igény németre, ráadásul nem lenne tőle idegen ugye a klub. Tehát esetleg még az előző kérdésedhez visszakanyarodva, esetleg még ott lehetne elképzelni az NB1-hez, mint a német Krisztiánt. Elég szépen elkanyarodtunk azért már a témától, ezért ugorjunk is vissza arra. Folytassuk a Gyirmóttal. Az ő esetükben nem is az átigazolásokról, sokkal inkább a csapat idei 100%-os teljesítményéről kérdeznélek, mi történhetett náluk télen? Azért ez egy nem kis feltámadás, eddig 3 meccs, 3 győzelem. Mi történt ott? Hát Csertő Jan jól összeszedte ezt a csapatot, én szerintem kiemelném Varga Bardabbást, aki szerintem valószínűleg klubot vált, szinte biztos róla, nagyon kevés szó esik, de ugye ő Ausztriából került még annó ugye Gyirmóthoz, és tavaly az NB2-ben már szinte meglepetés volt, hogy mennyire húzó ember az ő góljai nélkül, nem is lenne NB1-es most a Gyirmót, és nyilván az ő góljai nélkül most nem is lenne bennmaradó helyen a Gyirmót jelenleg az NB1-ben. Hasonló a szerepköre, mint mondjuk Kovács Dávidnak volt ugye Budafokon tavaly, igaz Kovács végül maradt, úgyhogy Varga sem kizárt, hogy marad, főleg, hogyha Gyirmót mondjuk bennmarad az NB1-ben, akkor több erre az esély. Viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy 3 meccset, 3-11-est kapott a Gyirmót, ráadásul még a tavalyi utolsó fordulóban a Debrecen ellen is kaptak egy büntetőt, igaz, azt Varga kihagyta, és ugye az NB2-ben is rengeteg 11-est kapott a Gyirmót az utolsó fordulóban, tehát látszik, hogy azért erre is nagyon rámegy a Gyirmót, hogy minél több büntetőt harcoljanak ki, vagy nem tudom, tehát ugye ez már nem lehet a véletlen mű, vagy ennyi 11-est kapnak. Azért ez is nagyban befolyásolja, meg az, hogy Varga ilyen hatékonyan értékesíti ezeket a 11-eseket. Azért a Paks legyőzése is nagy bravúr volt, nyilván a Honvéd ellen is az az 1-0-ás siker. Ráadásul a Covid is megtépáztott a gyirmótiakat. De hát, hogyha kicsit az átigazolásokat is megnézzük, egyelőre Denis Ventura az, aki nagyon bizonyít, ugye ő a kupában és a bajnokságban is eredményes volt egy héten belül. Ugye ez a kupában csak egy szépítő gólt tudott szerezni Békés Csabán, de nyilván most a bajnokság ez sokkal fontosabb a gyirmótnak, mint a MOL Magyar Kupa. Viszont Pakson győztes gólt szerzett Ventura. Nem tudom egyébként, hogy jó döntés volt-e ennyi légiós most idehozni megint Gyirmótra. Ugye 3 légióst igazoltak a nyáron, most 4-et így a télen. Cvetanovszky egyre inkább kezd beépülni, ugye a Klimovics is, de talán az egyik legviccesebb, meg legértetlenebb, és valószínűleg nem nagyon fogja itt az NBA egy legjobb légiósai díjra, vagy nem nagyon fogja az NBA egy legjobb légiósai díjra pályázni Gino van Kessel, akit ugye a svéd sokat osztályból igazoltak, egy korakói válogatott játékos. Tehát ilyenkor merül fel az emberben, hogy azért hogy sikerül ilyen játékosokat kifogni, főleg Gyirmótom. Nem tudom egyébként ez mennyire jó lépés. Ráadásul Van Kessel már csak azért sem fog szerintem itt alapember lenni, mert Varga bomba formában van. Szóval, tehát azért ilyen értetlen igazolások vannak így Gyirmóton szerintem. Ugye Lencse távozott, de ő nem volt a legjobb az NB1-ben a Gyirmótnál, úgymond az ő helyén érkezett Van Kessel, és egyelőre remekül pótolja Lencsét, mert egyelőre mind a kettedik nulla gólnál jár. Úgyhogy ilyen szempontból Van Kessel jól pótolja Lencsét. Egy kis iróniát is belevigyek. A Gyirmót kapcsán azért az is érdekes, mint mondtad, hogy sok légióst igazolnak, és azért bőven benne van a pakliban, hogy kiesnek, és ugye az NB2-ben viszont nem lehetnek légiósok, és ezeken a légiósokon mindakkor túl kell adni. Na most, például Van Kessel esetében, na most a Gyirmótból is kivenné meg őt. Tehát nem, én sem értettem teljesen ezeket az igazolásokat, sokkal inkább elképzelhetőnek tartottam volna, hogy fiatal magyar játékosokkal erősít a csapat, és megpróbál bennmaradni. Ez számomra is érthetetlen. Persze, csak hát ugye a fiatalság az nem egyenlő a biztonsággal. Tehát a Gyirmótnál azért is valószínűleg volt... vagy azért is szerepeltek olykor kicsit gyengébben a gyirmótiak az első fél szezonban, és álltak ki aztán sereg hajtóhelyen így a téli szünet alatt, mert azért java az NB2-es csapat magja volt, amelyik feljutott. Tehát azért az NB1 nyilván más kávéház, mint a másodosztály. Viszont nyilván a úgymond neve nincs régiósok sora, hát szintén nem egy életbiztosítás. Nyilván van, aki mondjuk bejön, van, aki nem. Azért még mindig jobb a helyzet Gyirmóton, mint szerintem tavaly Diósgyőrben volt. Tehát ott
ilyen 16-18 játékosnak kellett azt hiszem elmenni, egy Irmóton is legfeljebb 7-en fognak. Ráadásul most nem vagyok abban biztos, hogy Enének nincs mondjuk másik állampolgársága, már akkor ugye ő esetleg mondjuk maradhatna még az MB2-ben, tehát vannak azért ilyen részletkérdések is. Hát nyilván a Funkessel esetében kivenné meg őt, hát valami alacsonyabb osztályú együttes külföldről legfeljebb, egy szerződést bontanak vele, csak hát abból meg ugye nem jön pénz, bár mondjuk Funkesselért sem inném, hogy nem rúg 8 gólt, vagy annál többet, nem inném, hogy túl sokat fizetnének érte. Szóval majdnem, hogy mindegy ez a Gyirmótnak. De egyébként a többi légiós annyira nem szerepel rosszul, Cvetanovszkiból is gólok hiányoznak. Ha ő is formában lett, akkor még hasznára válhat a Gyirmótnak. Engem meglepett egyébként, én nem számítottam azért erre, tehát én úgy voltam vele, 4-ből max. Egy légiós válhat be Gyirmóton, és egyelőre úgy néz ki, hogy 4-ből 2 is fél. Aztán majd meglátjuk, hogy így a szezon végére ez milyen képet alkot, mert egyébként azért tegyük hozzá, még csak 3 forduló ment le. Tehát jól kezdett a Gyirmót, de azért még vissza is esett. És mit gondolsz, vissza fog esni? Hát amíg ilyen lendületben vannak, és így kapják a büntetőket, valamint Varga Barnabás ilyen formában van, addig nem biztos. Most ugye az lehet majd a vízválasztó, amikor 2 hét múlva majd a Grupa Arénában lépnek pályára Ferencváros ellen. Ha ott sikerül egy bravúr győzelem, vagy egy bravúr pont, akkor azért az arról teszem úgy bizonyságot, hogy ezt a Gyirmótot bizony komolyan kell venni, és ilyen 70%-ot lehet adni arra, hogy bent maradna. Most, hogyha a Fraditól nagyon simán kikap, akkor a lendület is megszakad azzal, és sokkal nehezebb lelkiállapotba is kerülhet a Gyirmót a folytatásban. Főleg, hogyha mondjuk egy nagyobb pofonba szaladna bele a Grupa Arénában, mert volt erre például, hogy Debrecenben kaptak 1-5-öst, szóval sosem tudni, az vízválasztó lehet ez a mérkőzés, ez a Ferencváros ellen idegenbeli meccs. És a Gyirmót kapcsán érdekes egyébként, hogy az utolsó fordulóban éppen a Ferencvárossal játszanak majd, igaz akkor hazai pályán, de lehet, hogy az a meccs az még a bennmaradás kapcsán is nagyon fontos lesz. Lehet, hogy egy akkori pontszerzés, vagy esetleg győzelem az a bennmaradást éri majd a gyirmótiak számára, és azt hiszem ezzel nem jártak feltétlenül rosszul, mert az is könnyen elképzelhető, hogy a Ferencváros akkorra már bajnok lesz. Így mit gondolsz arról a meccsről? Szerinted tényleg lesz akkor még tétje a Gyirmót számára, vagy esetleg már biztosan benn maradt, vagy pedig már biztosan kiesett? Én annak szurkolok, hogy legyen tétje mindkét csapat szempontjából, hogy a Ferencváros a bajnoki címért a Gyirmót meg az NB1-es bentmaradásért küzdjön azon a mérkőzésen, mert hogy személy szerint én mindenképp ki akarok menni arra a találkozóra majd május közepén. És úgy lenne nyilván a legizgalmasabb, hogyha már a Fradi nem biztos bajnokként, meg a Gyirmót nem biztos kiesőként játszana, mert akkor tényleg egy unalmasabb gála meccs lenne ez az egész. Remélem egyébként ez egy olyan találkozó lesz, mint a Balmasz Fradi volt 4-5 évvel ezelőtt. És egyébként ez simán benne van. És elnézve a Kisvárda meg a Puskás Akadémia egyszer nagy formáját, egyszer hullámzását, meg ugyanez igaz a Ferencvárosra is, most a Vidi kiszálltak a bajnoki címért folyóversenyből, sőt a idén nagyon nem is voltak ebbe benne. Én szerintem ez lesz talán a szezon egyik legnagyobb meccse, mert az egyik csapat az utolsó fordulóban a bajnoki címért, a másik meg a bennmaradásért küzd. Ráadásul ilyen párosítást azért nem gyakran rendeznek az NB1-ben, ha megvalljuk őszintén, ez nincs azért minden évben, úgy, ráadásul Gyirmótra utazik a Fradi, azért Gyirmóton is nincsenek hozzászokva mindig ugye ilyen csapatokhoz. Úgyhogy egy parázsmérkődés lesz szerint egy kiváló hangulattal. Folytassuk a sort az előző fordulóban meglepetésre győzelmet arató Honvéddal. Hát náluk azt hiszem a távozók oldala az érdekesebb. Eppel Márton engedése nem volt kicsit nagyvonalú? Azért mégis csak egy korábbi gólkirályról van szó. Hát csak a múlt ugye nem a jelen. Hát Eppel korábbi gólkirály, de az önbizalmának egyébként én szerintem az lett volna a legjobbat, hogyha ő visszatért volna Paksra. Mondom is, hogy miért. Na most Pakson ugye távozott Bognár, tehát azért más szerepkörben játszik nyilván Bognár, mint Eppel. Tehát azt nem mondom, hogy mondjuk Bognár helyre érkezhetett volna Eppel, de mondjuk esetleg Ádám Martin vagy Böde Dániel cseréjeként talán ebben a Bognár filozófiában megtalálhatta volna önmagát és visszanyerhette volna az önbizalmát. Akár csak kölcsön adják Paksra, szerintem az jobb döntés lett volna, mint a Diós Győr, ahol most még jobb formában lévő támadók vannak, mint Eppel, úgyhogy még az MB2-es DVTK-ban is csere. Horváth Zoltán és Könyves Norbert, valamint olykor-olykor Molnár Gábor is viszi a prímet.
Nyilván most annak a pontos okát én nem tudom személy szerint, biztos a kispesti drukkerek azért jobban tájékozottabbak ebben, hogy ebben miért is került ki a keretből, és miért került az NB3-as csapathoz. Nyilván lehet nem volt a legszebb a bánásmód, de hát azért Apple sem szolgálta arra rá, hogy itt alapember legyen, tehát két gólt szerzett, amióta visszatért 2020. októberében Kispestre, egyet a Nyíregyházának rúgott a kupában, egyet meg a Fradinak az utolsó fordulóban, az azért nívósabb találat volt. Lehet, hogy egyébként az Ékpári Lanzafáme hiánya is egyébként ennek betudható, meg az, hogy azért ez már nem az a Honvéd volt, ahol ebben rúgdosta a gólokat. Mondom neki, egy olyan csapat kellett volna, egy olyan kaliberű csapat, mint a Paks, ahol mondjuk tényleg önmagára talál, mint például Hán vagy Ádám. Lehet, hogy a harmadik ilyen játékos ebben lehetett volna, hiszen abban a játékfilozófiában, amit Bognár György együttese képvisel, abban megtalálhatta volna magát, ráadásul mivel Apple már játszott korábban Pakson, ugye onnan került a Honvédhoz, szóval Apple már játszott korábban Pakson, ezért neki még a környezet sem lett volna idegen. Szóval szerintem egyébként a Diós Györben nem biztos, hogy visszanyeri az önbizalmát, és ez volt az egyik legnagyobb probléma, hogy emiatt nem teljesített úgy, ahogy annó. Sőt, ez finom kifejezés, tehát egy gólt szerzett tavaly a bajnokságban, aztán amikor a gólkirály lett 16-ot, tehát nagyon durva a visszaesés Apple-nél. És Mezgráni távozásáról mit gondolsz? Számomra azért az is egy kicsit meglepő volt. Igen, számomra is, tehát ez azért nem volt benne annyira. Az is meglepett egyébként, hogy a keretből Apple-hez hasonlóan kirakott Bárdia és Masas, ahelyett, hogy Apple együtt távoztak volna, ők visszakerültek a keretbe, még Horváth Ferencnél, aki alatt kirakták őket, és nem mondjuk Vignyevicsnél. A Mezgráni távozása nagyon meglepett, mondjuk szerintem egyébként lehet, hogy a Puskás Akadémia jól járt vele. Ugye, ne felejtsük például Mezgráni, lehet, hogy csak egy gólt rúgott a Honvédban, de ez bemaradást ért Budafokon, ráadásul esztétikailag is egy nagyon szép találat volt az. Az ő távozása meglepett, ahogyan Nonoé is, lehet, hogy őt említetted volna következőnek. Hát az ő honvédos karrierje az nem tartott valami sokáig, hát ez elég rövid volt. Kivásárolták ugye a szerződéséből, nyilván Nonótól is kicsit többet vártak, de így emblokk az egész Kispesttől, tehát sokkal többre hivatott a Honvéd kerete, mint amit egyőre nyújtanak ebben a szezonban a kispestiek. És szerinted Nebo és a Vinyemis személye az megoldást jelentett a Honvédnak? Egyelőre úgy néz ki, igen. Most Kecskeméten fordítás és továbbítás a kupában, a Vidi ellen azért egy szép győzelmet arattak, úgyhogy szerintem Vinyemis személye, tehát mondhatnám azt, hogy egyébként a Horváth Ferences érelnál már nagyon rosszabb nem lehet, amit az utóbbi időben nyújtott a Honvéd, de egyébként megindult felfelé szerintem a kispesti csapat, mert egyébként én nagyon pessimista voltam az ő igazolásaikkal kapcsolatban, hát egyelőre mondjuk a legtöbb játékos, akik már játszottak, beváltak, ugye Petrusenko bomba gólt rúgott, annyira Drazsic meg Petkovic sem játszott annyira rosszul, a többieket meg majd meglátjuk, mert ugye nagyon sokan most a héten érkeztek. Ugye ez egy átigazolásos videó, tehát kérdezhetném akár, hogy mi lesz Horváth Ferenc következő klubja, amit treníroz, viszont inkább maradjunk a játékosoknál, mert azért Horváth Ferenc esete azért ez már szerintem egy teljesen más téma, viszont a játékosoknál Balogh Norbert kölcsönben a Dac futballistája lesz a következő fél szezonban. Mi gondolsz, jól döntött Balogh Norbert? Azért vele róla is úgy nyilatkozott korábban Marco Rossi, hogy nincs előtte zárva a válogatott kapuja, azonban még sok mindenben kell fejlődni ahhoz, hogy odaérjen. Szerinted itt a Dacban tud annyit fejlődni, hogy esetleg ismét válogatott lehet? Hát valószínűleg nem a Dacban fog annyit fejlődni, szerintem. Azért látszott Balogh idei teljesítményén, hogy ő tényleg már nyáron el akart innen igazolni. Ugye akkor egy izraeli ajánlat pecsételődött meg az utolsó percekben, idén nem is rúgott ugye gólt tavaly, viszont nagyon jól szerepelt a Honvédban, tehát azért az ő gólja is kellettek a kispesti bentmaradáshoz. Viszont ugye, ahogy említetted, Rossi mondta, hogy azért sokat kell még fejlődnie, de jó úton halad, hát valóban nagyon visszafejlődött én szerintem, mert hát ebben a szezonban nem alapember és még gólt sem rúgott 13 bajnoki mérkőzésén. Úgyhogy Dunaszerdáján fél év alatt szerintem azért nem fordul vele annyit a világ, hogy mondjuk visszatérjen ugye a válogatottba, de azért a Dacnak akár használva is válhat. Egyelőre még abban sem vagyok biztos, hogy ezért kezdő alapember lesz majd Dunaszerda helyen. Haladjunk is tovább, jöjjön a Zalaegerszeg. Egyből Zimonyi távozásával kezdeném. Szerinted egy jól döntött, hogy a Vasasba igazolt? Azért Zimonyiról úgy nyilatkoztak, most nem is tudom pontosan, hogy kicsoda, de valaki az Zalaegerszeg házatáján, hogy türelmetlen volt. Na most ezt nem tudom teljesen megérteni. Azért ő mégis
egy sokad osztályból került ide föl a Zalaegerszeghez, és nem gondolnám, hogy neki türelmetlennek kéne lennie, sokkal inkább minden percet kihasználni ahhoz, hogy jól játszon. És szerintem egyébként egy jó játékos is. Ezért talán nem értem, hogy miért nyilatkozták aztról, hogy ő türelmetlen, és egyetem valóban türelmetlene. Azon is kicsit meglepődtem, hogy a Vasashoz igazolt, az ilyen gyűjtőcsapat lett lassan. Nem tudom, hogy ott meg fogja találni azt a formát, amire olyannyira vár. Hát nyilván a Nyalföldön olyan támadók vannak, akik közül azért nagyon nehezen fog Zimonyi beilleszkedni, viszont azért Palajti, hogy nem játszik a Vasasban, az nagyon nagy meglepetés számomra, pedig azért Kontya gólokat, de Kuttor Attilával nem nagyon találják az összhangot. Kíváncsi leszek Zimonyira, hogy ő hogyan teljesít majd. Ugye mondom, a Vasasnál rengeteg a támadó, tehát ott nagyon nehéz lesz majd beilleszkedni. Ugye például Verres is kölcsönben Győrben játszik. Tehát mondom, annyian vannak, hogy itt tényleg már kölcsönadások is voltak, és akkor még csak a rutinos papíron gólerős játékosokról beszélünk, mert azért idén azért kicsit a gólcsap az így elzáradott a Vasasnál az előző szezonokhoz képest. A Csákvárt megszorták, de azon kívül ugye a többi három meccsükön nem rúgtak gólt az Angyalföldért, például az utolsó Budafoknak sem. De jó kérdés, azért mondja a másodosztályban mennyire tud bizonyítani, kicsit könnyebb dolga lesz, mint az elsőben, ahol egyébként ahhoz képest, hogy tényleg a megyei osztályú Lipó csapatától került Zalaegerszegre, tényleg megállta a helyét, ugye most Pakson is rúgott két gólt. Ez is nagyon jó kérdés, hogy miért nevezték türelmetlennek. Elvileg egyébként nem azért, mert lecserélték a Ferencváros ellen. Lehet, hogy nem volt megelégedve a játékperceivel, azért idén is nagyon, nagyon nehezen, tehát majdnem egy évet várni kellett arra, hogy Zimonyi ismét gólt lőjön az NB1-ben. Úgyhogy azért nála is voltak ilyen nehezebb periódusok, és mire formába lendült, addigra került a Vasashoz. Tehát ez szerintem ami még meglepőbb. Az ET-hez jöttek érkezők is, ilyen például Zsóri Dániel. Na most az ő esete szintén elég különleges, ő azért a Puskás díja után sokat nem mutatott a Videótonban. Igaz, sérült is volt, de azért akkor is szerintem többet vártak tőle. Szerinted itt Zalaegerszegen tud valamit nyújtani, ami maradandó is? Akár egy második Puskás díjas gól. Hát azért nyilván második Puskás díjas gólt akár egy kapus is tud jegyezni, tehát azért ez tényleg az egyik legmegjósolhatatlanabb. Egyébként Zsóri szerintem Zalaegerszegen jó helyen van, hiszen azért tényleg ott Zalaegerszegen nem a levegőbe beszélnek, hogy a jövő klubját építik. Ugye most is sok fiatal játékos érkezett, én ugye Posztobányi, Mocsi, Almai szintén a Vidiből visszahívták Szalai Szabolcsot. Akkor ugye Schliebeken is megfordult idén náluk, ugye az ő teljesítménye után biztos rendelte őt a Puskás Akadémiának, a Szántó Regőt is említhetném. Szóval azért Zalaegerszegen jó helyen van szerintem Zsórinak, itt tudja talán még megkapni az utolsó esélyt arra, hogy visszatérjen. Hát ő a karrierjében egy dolgot szúrt el, nagyon az, hogy a Fehérvárhoz igazolt, tehát azért az tényleg egy nagyon nagy lépés volt a Debrecenből, és Fehérváron nem is számítottak rá. Budaörsön nem volt rossz, de hát azért mégiscsak az MB2-ben egy fiók csapatban futballozott Budaörsön. Budafokon pedig szintén akár még bent is tarthatta volna a csapatot, mondjuk ez lehet most kicsit erős kijelentés, de azért ott is mutatott azért a futball tudásából Zsóri, de sokat volt sérült, és aztán márciusban jött egy olyan sérülés, amikor totál kiesett. Szóval Zsóri ugye most egy hosszú sérülés után tér vissza, úgyhogy még nehezebb a dolga. De szerintem egyébként Zalaegerszegen jó helye van. Hogyha NB1-es klubot kell mondani, ahol talán Zsóri legjobban meg tudja most jelenleg állni a helyét, akkor ez talán az a Zalaegerszeg. És a Zalaegerszegről azt tudni kell, hogy csupán 3 pontra van a 4. Videótontól, illetve MOL-Fehérvártól egészen pontosan. Azért ez szerintem nem kis teljesítmény, és úgy gondolom, hogy számukra a kiesés ugyan még ott lebeg, de nem gondolnám, hogy ők kieső jelöltek lennének, mert meccsről meccsre jól játszanak, gólerősen. Nem tudom, te mit gondolsz, de szerintem sokkal inkább felfelé kell kacsingatniuk, mint lefelé. Mert nagyon cserélődik mindig a keret, minden nyáron. Egyébként annyira változó az Zalaegerszeg teljesítménye, hogy azért most sem mondanám biztosra, hogy bent maradnak, azt sem mondanám, hogy felfelé kell nézniük, hogyha az Zalaegerszeg éppenséggel a 4. helyen van, és azért még lefelé kell nézniük. Tehát szoros a bajnokság, és az Zalaegerszeg is kiszámíthatatlan, tehát ugye egyszer megverik a Ferencvárost, aztán utána meg egy kiesési rangolót is képesek elbukni. Szóval itt
valóban azért nagyon számíthatatlan sokszor az Etének a teljesítménye. De egyébként az érkezőket elnézve annyira nem minném, hogy annyira erősödött vagy gyengült volna a keret. Azért változott, voltak ugye távozók, ilyen Babati, ugye Zimonyi, két támadó, és ugye Nimaga, akinek nem tudott beilleszkedni, szóval annyira nem változott a keret, mert szerintem azért Posztoványi, Zsóri, Halmai, kíváncsi leszem, hogy mennyire tudnak alapemberek lenni, vagy Mocsi, esetleg Rüzsán, akit egyelőre látunk, és egyelőre jól szállva a meccsek, úgyhogy annyira nagyon nem változott szerintem az Alegerszeg kerete, a sok érkező, meg jó pár távozó ellenére. Nem minném egyébként, tehát szerintem már fog maradni azért az Alegerszeg, most már én ezt mondom, de azért, ha tényleg nagyon fenteni ezek a tabellán, még akkor is azért lefelé kell nézni. Egyszoros a bajnokság, és kiszámíthatatlan sokszor az Alegerszeg. És most jöjjön egy szintén 26 pontos csapat, a Mezőkövesd. Ők leigazolták pont az Alegerszegből Babati Benyámint. Szerinted Babati jól döntött, vagy a Mezőkövesdnek erősítés jelent Babati személye? Azt nézzük, hogy az első 8 percében már gólt rúgott a Mezőkövesdben mindenképp. Babatinak egyébként volt egy összebalhézása pont Mezőkövesdben a szurkolókkal még a második fordulóban, azóta gólt sem rúgott, azt megelőző fordulóban rúgta az utolsó vezetés gólját Babati. Utána egy gyengébb teljesítmény nyújtott, az NB1-ben egyébként árnyéka volt az NB2-es önmagának. És a Babati volt az egyetlen magyar játékos a Mezőkövesdnek, akit leigazoltak. Szerintem, hogyha megnézem itt a neveket, talán Babati a legjobb igazolás a papíron most a Mezőkövesdnek. Mondjuk azért ott van ugye Ikene King, akit már láttunk ugye az MTK-ban és a Honvédban, de egyelőre vannak ugyan nagyobb nevek, de meglátjuk mennyire fogják ezt megváltani. Ugye ott van az a Granesnyi, akinek a hibájából egyenlített az MTK még az első tavaszi mérkőzésem, és veszített pontokat a Mezőkövesd. Hát Tomislav Kis a gólpassz ellenére nem győzött meg a debreceni teljesítményével. Lukics, ugye ő bekerült a forduló válogatottjába az első meccsen, mert rúgott egy bődületes kapufát, szóval ő úgymond nem mutatkozott be rosszul, és ugye érkezett még két albán játékos, ugye Bilali, aki korábban megfordult a Lációban is, illetve Kamer Kvaka. Úgyhogy ő rájuk is kíváncsi leszek, csak hát Mezőkövesden tavaly is ebbe buktak bele, hogy rengeteg légióst igazoltak, és semmi hasznuk nem volt szinte. Tehát összevásároltak mindenféle nem számunkra tényleg szinte név nélkül légióst, és semmi eredménye nem volt. A Rui Pedro távozott, Vojtus ugye két gólt szerzett egy év alatt, és ugye ő is távozott már annak ellenére, hogy azért őt nagyon beharangozták, akkor Kaftaredze, Kamenár, Dimitriou, Krien, ugye Alexics egy meccsen sem védett például, bár ő ugye Szegeden már megfordult, szóval valamennyire ismerős név lehetett, akkor ugye Mátics volt még valamennyire alapember, de már ő sincs Mezőkövesden, tehát rengeteg légiós és szinte semmi teljesítmény tőlük, most attól félek, hogy ez idén is bekövetkezik az ideigazolásokat látva. Náluk is ugyanazt tudom kérdezni, mint az Alegerszegnél. Szerinted náluk még képben van a kiesés? Nem minném, tehát Sukka Attila azért összeszedte jó ezt a csapatot, én Mezőkövesden nem érzek kiesés, stabil középcsapat. Ingázni fog azért a Kövesd, de egyébként szerintem Sukka Attila a kezei alatt azért jó kezekben van a Mezőkövesd. Folytassuk a sort a Pakssal. Náluk talán Bognár István távozása lehet a legnagyobb fájó pont számukra, mert azért mégiscsak egy nagyon technikás, nagyon jó játékost veszített el a Paks csapata. Ugye ő Ciprusra igazolt, amit már említettél korábban is, de viszont csak kölcsönben. Mit gondolsz, meg fog tudni ragadni Cipruson, vagy visszajön majd a nyár folyamán? Nagyon jó kérdés, mert Bognár nem ehhez van szokva. Az egyik a játék filozófia, a másik pedig a külföld. Úgyhogy szerintem nem biztos, hogy egyébként kevésre az esély, hogy megragadjon Bognár, vagy inkább kevesebb az esély, mint hogy megragadjon Bognár, tehát ilyen 40-60%-ot mondanék el. Az első meccsén azért jól játszott, láttam egy ilyen összefordulót, és azért ott, ha jól emlékszem, még egy kapufát is rugott, egy igen távoli rugásból. Azon a meccsen nekem úgy tűnt, hogy azért jól játszott, azt hiszem az első olyan meccsen pályára is lépett, ahol pályára léphetett a törvények szerint. Nem tudom, nekem picit az az érzésem, hogy meg fog ragadni, de hogyha nem, akkor azt nyugodtan fejtsd ki. Nehéz megjósolni egyébként az első meccséből kiindulva, egyébként van rá tényleg
esély, hogy megragadjon Cipruson, de hát fél év azért nem a legtöbb idő arra, hogy bizonyítson. Ráadásul, mivel más filozófiában szerepel nyilván az Elis Limassol, mint a Paks, és Bognárnak ez az első külföldi klubja, azért sokkal nehezebb dolga van, és nagyon kevés idő áll rendelkezésére, hogy mondjuk Ciprusra tényleg úgy bizonyítson, és esetleg mondjuk válogatott behívót kapjon. Ezt Bognár is kiemelte például, hogy azért Ciprusra teljesen más a helyzet, mint Pakson, bár szerintem ezzel tisztában volt, amikor oda szerződött. De egyébként nagyon meglepő volt, mert nem volt benne, hogy mondjuk Bognár pont az utolsó átigazolási napokban távozni fog Paksról. Szóval egyébként így az átigazolás már nagyon meglepő volt. Viszont az, hogy esetleg Bognárt, hogy pótolja a Paks, egyelőre néz ki Szabó Bálint, jó lehet, mert Bognár Györgynél egyébként nagyon sok játékos tud azzal, hogy ennyire szabad szinte a futball Pakson, tud kiteljesedni vagy megmutatni magát, tehát azért Hámból meg Ádám Martinból is nagyon sok mindent ki tudott hozni Bognár, kíváncsi lesz, ki lesz a következő. Még visszakanyarodnék kicsit a Ciprus régióskodásra. Én úgy láttam, hogy Cipruson tőle sokat várnak. Ha jól láttam, akkor egy olyan poszttal mutatták be őt, ahol egy Terminátor jelmezben áll, azt photoshopolták rá. Én ebből azt következtetem, hogy azért sokat várnak tőle, és azt szeretnék, hogy ott maradjon náluk. Tehát azért ilyen szempontból is érdekes lesz majd az ő jövője, de ahogy mondtad, az is kérdés, hogy a Paks hogy fogja tudni őt pótolni, illetve egyáltalán lehet-e őt pótolni, mert azért a pontrugások terén is ő egy nagyon hasznos játékos volt. Hát ez is mind kérdés. Hát kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog alakulni, mert azért Ádám Martinék számára nagyon fontos az, hogy egy ilyen technikás játékos ott legyen mögöttük, és jó labdákkal tudja megjátszani őket. De most már rá is kanyarodnék inkább Ádám Martinra. Hát ő ugyanazzal a lendülettel szántja tovább a válogatója az őszi szezonban. Az, hogy meg lesz a gólkirályi cím, az már nem kérdés. És inkább arra térnék rá, hogy szerinted ő a válogatottban meg fog ragadni? Egyáltalán milyen teljesítményt fog tudni nyújtani a válogatottban? Beleillik-e Marco Rossi filozófiájába? Hát, hogyha azt nézzük, hogy Szalai Ádám utódja, vagy inkább cseréje, akkor mindenképpen, de nyilván azért nemzetközi szinten egy másik játék filozófiájában azért attól nem, azért azt ne várjuk el, mondjuk Ádám majd tényleg olyan ütemben termelje a gólokat, mint most jelenleg. Azt, hogy mondjuk lesz olyan gólja a válogatottban, mint a Ferencváros ellen, azért nem elképzelhetetlen, mert tényleg, hogyha mondjuk a szerbek vagy az északírek kapusa mondjuk tényleg nem áll valami jól a kapujába, és Ádám mondjuk ráküldi ilyen 20-30 méterrel és balkat, egyébként ez benne van. Jó kérdés egyébként, tehát azért megvan hozzá a testalkata, és ugye gyors fiatal szélsőink vannak, akik ki tudják őt szolgálni, úgyhogy megragadhat akár a válogatottban, vagy jól debütálhat, maradjunk annyiban, de az kellene neki a játékpercekben, egyelőre Hánt sem kapott túl sok játék lehetőséget, és egyelőre ő is azért a válogatottban teljesen máshogy teljesít, mint tavaly Pakson. Egyébként szerintem Ádám megkapja a válogatott meghívót, kivéve, hogyha valami sérülést összeszedne, most olyan bombaformában van, hogy tényleg nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ne kapja meg a válogatott meghívót. Nekem úgy is tűnik, hogy ő ezt a válogatott meghívót nagyon akarja. Marco Rossi korábban azt nyilatkozta róla, hogy jó játékos, nyitott arra, hogy behívja őt a válogatottba, viszont neki is még sok dolgokban kell fejlődnie. Na most itt is láttam róla két képet összehasonlítva. Nyilván ez is csak egy adott pillanat, de akkor is én úgy látom rajta, hogy a testalkata is megváltozott, most értsd jól, leadott pár kilót. Na most szerintem ebből is azt lehet nézni, hogy ő nagyon akarja ezt a válogatottsági meghívót, és ezt szerintem Marco Rossi is értékelni fogja, és be fogja őt hívni a barátságos meccsekre. Azt szerintem nem olyan egyértelmű, hogy ő lenne Szalai Ádám utódja. Láttunk már arra példát, hogy egy játékos az NBA-ben kimagaslóan játszott, sok gólt rúgott, de a válogatottban nem tudott mit alkotni. Viszont az elképzelhető, hogy például olyan pályát tud befutni a válogatottban, mint akár Könyves Norbert, ugye, aki a szerbek ellen győztes gólt is rúgott. Hát Ádám Martinra ilyen szempontból nagyon kíváncsi leszek a válogatott terén. Egyébként valóban nehéz azt elképzelni, hogy Ádám legyen mondjuk az utódja Szalai Ádámnak, de jelenleg ki olyan erőcsatára magyar közegben, aki mondjuk most jelenleg Ádámnál jobban megállná a helyét, és itt most nem csak a gólok lövésére gondolok, mert azért Böde is kiöregedett, Nikolic nagyon rossz formában van, úgyhogy egyébként Ádám előtt most ez is egyébként ott van, ott áll ez a lehetőség. Meg azért Ádám most sokkal jobban meccsben van, mint mondjuk Szalai Ádám,
úgyhogy azt sem kizárt, hogy kicsit fordítva lesznek a cserék, hogy mondjuk Szalai jön Ádám helyett, de nyilván Ádámnak ezen a két meccsen kell majd bizonyítani a Szerbia és Észak-Írország ellen. Nyilván most úgy beszélek, mintha már tényleg behívta volna Rossi, de nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ne hívja be. Tehát látszik, hogy Ádám mennyire küzd, ezért mennyire motiválja, és azért Hunt is behívta, amikor tényleg rekorddal rugott 22 gólt a 12 csapatos NB1-ben a szezon végén. Na most korán sem mondjuk a szezon végén, és Ádám már 20 gólnál van, tehát túl fogja szárnyalni Hunt, és megkockáztatom, hogy a 30 gólt is eléri, ami azért majdnem már meccsenkénti egyes gól átlag, sőt most pont ugye 20 forduló 20 gól a mérlege, úgyhogy jelenleg ott tart. Hát igen, legtöbben Szalai Ádám utódjaként Németh Andrást tartják számon, viszont azt jó, hogy felhoztad ezt a Szalai Ádám cserét akár. Nem szeretnék erre nagyon kitérni, de Szalai Ádám pont a mai napon lett hivatalos, hogy eligazolt Mainzból és a Bázelbe igazolt. Na most ez is kérdés, hogy ott mennyire fog tudni magára találni, azért neki most volt egy súlyos műtétje, és az is kérdés tényleg, hogy ott hogy tud formába rendülni. És az is könnyen megeshet, hogy ott sem játszik túl sokat, nem lesznek játékpercek a lábában, viszont Ádám Martinak igen. És azért szerintem egy olyan ellenfél ellen, mint amik majd nyáron várnak a csapatra, nagyon fontos az, hogy egy játékos jó formában legyen. Azért tegyük hozzá, hogy a Basel elveszítette az egyik legjobbját, ugye idén télen, ugye Arthur Cabrallak, vele pótolják, ugye, vagy vele is pótolják, és Piontekkel ugye a távozó Vlahovicsot Firenzében. Úgyhogy Szalai, azért a svájci bajnokság más, mint a német. Ott azért szerintem több játék lehetőséget kap Szalainál, és ez a nagy forma hanyatlás, amit észre lehet venni, akár válogatottban, akár klubcsapatánál etéren, az, hogy amióta eljött a Hoffenheimből Mainzba. Tehát ez a Mainzba való visszaigazolás, ez utólag tényleg rossz döntés volt. Kevés játék lehetőséget kapott, kevés gólt rúgott válogatottban is, azért gyengében teljesített, mint előtte, mert több olyan év volt, amikor tényleg Szalai volt a gólvágó. Most pedig tényleg nagyon ritkán fordult elő, hogy Szalai gólt szerezzen, de legalább fontos pillanatokban, mint a lengyelek és a németek ellen. De azért okozott még így is szép dolgokat, viszont ez a Mainz, az, hogy ott hagyta a Mainzot, ez szerintem egyébként egy jó döntés volt. Azt, hogy ez most visszalépés, vagy előrelépés, hát Szalai sem már az a mai gyerek, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, tehát azért ő neki már úgymond, ő már nem olyan életkorban van, hogy még tényleg a Bundesligában futballozzon éveket. Nyilván a svájci bajnokság gyengébb, mint a német, ha ilyen szempontból veszük visszalépés, de hogyha Szalai játékperceit nézzük, akkor azért a Basel jobb döntés, meg azért a Basel mégiscsak egy bajnok esélyes svájci top csapat, nem pedig egy német kiesés ellen menekülő csapat. Úgyhogy ilyen szempontból így inkább mondanám, az ő szempontjából azért nem merő, nem előrelépés, de jobb döntés, mint a Mainzban maradni. Érdekes Nikolić helyzete, mert korábban Rossi azt mondta, hogy nála csak akkor lehet a válogatott keretéhez tartozni egy játékosnak, hogyha ő folyamatosan játszik és jól játszik. Na most Nikolić esetében ez abszolút nincs így, tehát most ez egy újabb kivétel lesz. És akkor ekkor jön az, hogy Dzsudzsák miért nincs ott. Azért azt hiszem, az ő szerepe is megkérdőjelezhetetlen lenne egy válogatottban. Igen, főleg, hogy most azért a Debrecennek is nagy erőssége csapatkapitánya, és azért valamilyen szinten húzó embere is Dzsudzsák Balázs. Nikolić egyébként szerintem már nem fogja, nem hiszem, hogy rémek hívót kap a válogatottban, maradjunk annyiban, mert nagyon kevés játékpercet kap, és nagyon kevés gólt rúg. Tehát Nikolić elmarad mondjuk a Légia Varsóban, vagy a Chicago Fire-ben nyújtott teljesítményétől, és egyelőre a válogatottban is elég kevés játék lehetőséget kapott, úgyhogy szerintem Nikolić számára, amennyiben nem lesz itt formajavulás Borisz alatt, itt neki véget fog érni ez a fehérvári, vagy ez a magyar válogatottas korszaka, amennyiben nem lesz nála formajavulás, főleg, hogy most azért itt vannak a riválisok, mint például Ádám Martin. Úgyhogy valószínűleg Nikolićot már nem sokat látjuk a válogatottban, amennyiben nem lesz formajavulás Fehérváron. Most még visszaugranék Dzsudzsákra, most nem igazán jön itt sorba, de azért megkérdezném, hogy mit gondolsz, akár itt a válogatott meccsek, vagy barátságos meccsek során ő kaphat meg hívót? Olyan formában van szerinted, amivel Marco Rossi azt mondja, hogy jó, most már tényleg elérted azt a formát, ami miatt én behívhatlak a válogatottba? Idén megtörténhet. Amennyivel benn marad a Debrecen,
és Zsuzsák mondjuk egy picivel többet nyújt, mint most, meg a Lokinak is meg lesz a formajavulása, szerintem megtörténhet. Bár nagyobb az esély inkább ezekre a barátságos meccsekre, mert Zsuzsák már elszakadt a válogatottól, vagy maradjunk annyiba, hogy a válogatottnak nincsen szüksége Zsuzsákra, legalábbis nincs beépülve a csapatba, de inkább egy felkészülési meccsen, mint hogy nem tudom a Wembleybe térjen vissza. Egyébként megtörténhet, most egyébként nem nagyon cikkeztek erről, és Rossi sem említette meg az interjújában. Mondta egy szóval se, hogy Zsuzsák előtt zárva az ajtó, de az se, hogy nyitva. Úgyhogy ez lehet akár az egyik meglepetés a kerenc hirdetéskor. Hát most térjünk vissza azért a videótonra, mert ismét kicsit elkalandoztunk. A videóton házatáján azért szerintem nem is a játékosok, hanem sokkal inkább az edző kérdés érdekes a napokban. Épp ma menesztették Szabics Imrét. Szerinted csak ő volt az egyedüli ok itt a vereségek miatt? Azért Fiola Attila is elég kritikusan nyilatkozott a legutóbbi meccs után. Hát nagyon átalakult itt a videóton kerete. Azóta is még gödörben vannak a fehérváriak, nyilván nem tudják pótolni Lazovicsot. Azért hogy ő már nincsen Fehérváron, azért egy ilyen játékos, például a Honvédnál Lanzafáme, azért sokszor meglátszik most. Például őt is hoznám, de nagyon sok olyan játékos van Fehérváron, akik hát nem illenek így a csapatba. Azért Szabics is benne volt szerintem, tehát azért amilyen nyilatkozatokat ő adott, és azért mégiscsak az osztrák válogatottnál volt csak másodedző, tehát semmilyen edzői rutinnal nem rendelkezett, nem volt jó döntés kinevezni Fehérvára edzőként szerintem. Tehát ennyi erővel bárkit ki lehetett volna. Mert azért Szabicsnak sincsen nagy tapasztalata, és azért Huszti is belebukott Debrecenben ebbe. Ahogy a Fiola említette, szerintem is azért vannak olyan játékosok, akik azért nem illenek bele ebbe a Fehérvárba. Most nagyon kíváncsi leszek az új igazolásokra egyébként, ugye Cúgy már szerzett egy gólt ugye a Honvéd ellen, mondjuk a sokat nem ért. Legnyernek és Sevadomnak jó egyébként az ajánló levele, hogy a Dinamo Kievtől érkeztek, ráadásul Legnyerv egész hamar be is épült a csapatba. Nem erősített nagyon a Fehérvár, de nagyon nem is gyengült. Ugye ezért voltak távozók, de például Csopot Kevin távozását azt meg tudom érteni, hogy elment kölcsönbe Szegedre. Viszont azt, hogy miért nem játszották, azt annyira nem, mert azért kellett volna a Fehérvár játékában nagyon kellett volna a gól ebben az őszi szezonban. És azért Nikolic meg Zivzivadze sem úgy teljesítettek, ahogy mondjuk tőlük az elvárható volt. Ugye Zsóri sem kapott sok játék lehetőséget, igaz, ő sérült, hogy Zetében ment kölcsönbe. Illetve hát védőgondok is vannak Fehérváron, hiszen sok védő volt sérült, illetve távozott Muszliu, és nem érkezett úgymond a helyére senki. És azért látszik, hogy sokszor sok gólt is kap a Fehérvár, ugye Kovácsik is nagyon sokat sérült, úgyhogy a sérülések is még benne vannak ebben a gyenge szereplésben idén. Hát igen, Csobot Kevin szerepeltetése is érdekes téma, azért szerintem az elég felelőtlen dolog, hogy visszahívnak Magyarországra egy olyan nagy tehetséget, mint Csobot Kevin. Ő azért a Benfica akadémiáján volt, és nagy tehetségnek volt beharangozva. Na most egy év leforgása alatt a Benficától eljutott a másodosztályú, magyar másodosztályú Szegedig. Nem tudom, hogy innen még van-e visszaút Csobotnak. Nagyon sokan azt mondják, hogy egy ilyen fiatal játékosnak nem hasznos visszajönni Magyarországra, mert nagyon sok esetben az következik be, mint ami most Csobotnál. Szerinted ő egyáltalán jól döntött, amikor visszajött ide a Molfehérvárba? Akkor nem, viszont Szegeden szerintem jó hely lesz. Egyébként ez nem példátlan, tehát például Kosznowski, aki ugye a Pármában játszott, jött az MTK-hoz, és fél év után most meg kölcsönadták őt a Tisza Kécskének, tehát Pármától Tisza Kécskéig jutott. Ami szintén ilyen hasonló, akkor ugye Horváth Krisztófer, aki a Torinótól jött kölcsönbe Szegedre. Szóval azért ez nem véletlen, viszont Horváth Krisztófer jó teljesítmény nyújt Szegeden, tehát hogyha a játékos egyéni karrierjét nézzük, azért lehet jobb teljesítményt tud nyújtani, lehet Csobotnak is kicsit erős volt a Benfica. Hát a Vidibe meg nem érdemes magyar fiatalként jönni, mert azért erre például Zsóri példája is rászolgált. De szerintem egyébként Szegeden jó lesz Csobot. Az nem egy rossz döntés. Az, hogy visszalépés a karrierében a Benficához képest, az sem kérdés, de azért Szegeden még mindig jobban megtalálhatja önmagát, mint Fehérváron, az látszik. Aztán, hogy onnantól kezdve mi lesz ennek a dolognak a vége, az is majd a jövő zenéje. És ugye a Fehérvár kapcsán még az is kérdés, hogy a
mai napon kinevezett Mihály Borisz meg fogja tudni változtatni itt a Fehérvárnak a rossz statisztikáit, ezeket a folyamatosan jövő vereségeket, rossz játékokat. Szerinted ő lesz a megoldás? És milyen szereplést vársz egyáltalán tőlük a tavaszi szezonban? Most negyedikek, már a dobogótól is elég messze állnak, 10 pontra, úgyhogy itt nagy átalakuláson kell átmenni ahhoz a Fehérvárnak, hogy odaérjen a dobogóra. Megmondom őszintén, erre nem látok esélyt. Legalábbis nagyon keveset. Esély az van, de egyébként reálisan nézve tényleg nem sok. Ezek már csak edzőmeccsek lesznek a Fehérvárnak, valószínűleg. Tehát azért kiesés nem fenyegeti őket. Itt egy új edzővel a következő szezonra kell építeni a csapatot. A hátra lévő fordulón nagy része tényleg már ilyen edzőmeccs érdekű kell, hogy legyen fehérvári szempontból, hogy tényleg javítgassák a játékokat, megpróbálják talán elcsípni a harmadik helyet. A kupára kell összpontosítani, mert ez még európai kupa indulást érhet, és ezért Győrbe látogat a Fehérvár, hogyha azt sikerrel veszi papírforma szerűen az egyébként gyengelkedő Eto'o ellen, akkor már otthon az elődöntőben két lépésre a kupától. Borisz egyébként bizonyított az MTK-nál, meg a Magyar U21-es válogatottnál is, úgyhogy őt azért nem tartanám egy rossz edzőnek. Kicsit meglepett, hogy ő lett Fehérváron az utód, de hát azért ő már a negyedik olyan edző lesz, aki Márkó Nikolics utódja. Székesfehérváron ugye Carillo, Márton Gábor, majd ugye Szabics Imre után. Mondanám, hogy nálad nagyon rosszabbul már nem teljesített Borisz. Itt úgy lenne tényleg értelme a következő szezonra ráfordulni, hogyha már most elkezdenék az építkezés, és ezt már olyan jellegűen fognák fel, hogy a kupameccseket kivéve tényleg itt a játékot meg kell találni majd a következő szezonra. De itt a Fehérvár átigazolásai kapcsán bennem felmerül, hogy azok a játékosok, akik például a Dinamo Kievből ide jönnek Fehérvárra, azok milyen céllal jönnek ide? Azért azt ők is világosan láthatták, hogy nincs jó formában a csapat, egyenőre a nemzetközi kupa indulástól is messze áll. Mi lehet olyan vonzó a Fehérvárban, hogy ide jöjjön egy Dinamo Kievből egy játékos? Valószínűleg az, hogy mégiscsak Magyarországon egy azért él csapat a Fehérvár, most negyedik csak az együttes, de ez egy mégsem egy kiesés ellen menekülő csapat. Ráadásul azért a Dinamo Kievnél láthatták a 2018-as Európa Liga szereplést is, szóval látszik, hogy azért a Fehérvár azért otthon Európa futball térképén Magyarországon valamennyire. Talán ez az egyik ok, a másik pedig az, hogy valószínűleg azért a Kievben nem kellettek, és ezért jött például ugye lennyebb csak kölcsönbe. Itt azért több játék lehetőséget kapnak, hogy egy kicsit hasonló példával éljek, ez olyan, mint majdnem Csobot esetében a Szeged. Szegeden Csobot kiteljesíthet például egy Dinamo Kiev játékos, mint Fehérváron. Hát forduljunk is rá a dobogós csapatokra, elsőként jöjjön a Kisvárda. Itt nem volt nagyon játékos mozgás, és viszont az eredmények sem a tavalyiak. Azért eddig kétszer döntetlen játszottak, illetve csak egy győzelmet tudtak aratni. Azért az őszi szezonban nem ez volt jellemző a Kisvárdára. Milyen tavaszi szereplést vársz a Kisvárdától? Vissza fog esni az a szereplés, az a teljesítmény, amit ősszel nyújtottak? Egyáltalán ők még versenyben vannak a bajnoki címért? Természetesen versenyben vannak, de tegyük hozzá, hogy azért Kisvárdán azért ez is még egy nagyon jó szereplés. Tehát amióta Erős Gábor az edző, azóta ki se kaptak még, és ez már 8 forduló óta tart. Tehát azért akkora nagy visszaesés nem nincs a Kisvárdánál szerintem. Tényleg sok pontot hullajtottak, vagy hát a Debrecenben és ugye Újpesten is ott hagytak egy-egy pontot. Tehát kicsit így a góllövéssel vannak problémák idegenben. A kupából is kiestek, de nyilván egyszerűen most két helyre szerintem se koncentrálhatnak. Jó a klub filozófiája szerintem, legalábbis Révész Attila egy tényleg egész jó kis klubot épít Kisvárdán. Ez látszik is. Ugye, ahogy mondtad, nem volt nagy játékos mozgás, és egy kapus, ugye Mihály Lopotrával beerősítettek, illetve Makovszkival, aki már rögtön Debrecenben játszott is. Nem volt sok távozó sem, ugye Németh Márk, aki nem is védett, illetve lukáztatták kölcsönbe Diós Győrbe. De ezzel a csapaton nincs is értelme nagyon változtatni, legfeljebb egy-két kiegészítő embert igazolni, hiszen ez a Kisvárda úgy van jól, ahogy hiszen, ha megnézzük. Ha nincs a Grupa Marénában az első fordulóbeli győzelem, akkor lehet ez nem ad akkora lökés, és kiesés ellen menekülne a Kisvárda. És ahogyan a Mezőkövesnél is két évvel ezelőtt, hogy most is el lehet mondani, hogy valószínűleg Várdán azért még mindig néznek a táblázat aljára, és akkor lesznek majd nagyon boldogok, amikor megvan matematikailag a biztos bentmaradás, ami egyébként
5-6 fordulón belül be is következik majd valószínűleg. Mert azért, hogyha megnézitek Kisvárdán, azért annak a realitás, hogy benn maradjon az együttes. Ez valószínűleg csak egy ilyen egyszezonos feltámadás, hogy most fellángolás, hogy most tényleg versenyben vannak a bajnoki címért, ami egyébként szerintem nem lesz meg Kisvárdán, de a szezon egyik legpozitívabb meglepetés csapata. Nyilván évről évre egyébként jobb helyezéseket érnek el a várdaiak, tehát azért az benne van, hogy mondjuk európai kupaszereplést harcoljon ki a Kisvárdán, mert nagy a szakadék köztük és a Fehérvár között, de az, hogy a bajnoki cím végül meglegyen, valamikor azért valószínűleg ki fog durrani a lufi. Azt említetted, hogy jó a csapat játékos politikája. Most szerintem azért ezzel sokan nem értenek egyet. A csapat 90%-a légiós. Szerinted azért ilyen teljesítmény mellett megbocsátható az, hogy ennyi légiós van a csapatban? Vagy miért mondtad azt, hogy jó a csapat játékos politikája? Igazából azt nem a játékos politikára értettem, mert ez nekem is szemet szúr, hogy azért nagyon sok tényleg a légiós Kisvárdánál mondhatjuk azt, hogy ezt szinte megszoktuk. Hát így összességében egyébként a hozzáállása, ami, tehát amennyire így fejlődik évről évre a klub, inkább arra értettem. Az, hogy milyen játékosokkal, azért Pakson is magyar játékosokból össze tudtak hozni egy olyan klubmodellt, amit szintén lehet csinálni. Hát Kisvárdán ez légiósokkal jött össze, ráadásul ugye nagyon sok olyan légiós volt, aki hát nem olyan ragadt meg Kisvárdán, amikor még a kiesésre menekült a csapat, de most egyébként valamennyire ezért minőségi légiósok vannak olyan szempontból Kisvárdán, hogy mint mondtam, nem nagyon kellett igazolni játékosokat, meg nem nagyon kellett eladni sem. De egyébként azért nem a játékos filozófiára értem, mert ez nyilván annyira azért nem szimpatikus sokaknak, köztük nekem sem. De egyébként egy olyan városnál, mint mondjuk Kisvárda, amely nem rendelkezik nem futballmúlttal, azért évről évre látszik a fejlődés, van az NB2-ből is. Erre értettem inkább azt, hogy tényleg fokozatosan szépen egy jó stratégiát figyelve azért egyre jobban épül ez a klub. Inkább erre értettem ezt. A Kisvárda példája azt hiszem azért részben jó, részben rossz példa. Csapatok ebből a jó szereplésből és ennyi légiósra azt szűrhetik le, hogy jó eredményt csak légiósokkal lehet elérni. És szerintem könnyen elképzelhető, hogy egy-két csapat még a jelenleginél is több légióst fog igazolni, mert azt látja, hogy a Kisvárda szinte csak légiósokból áll és jól szerepel. Ugyanez elmondható szinte a Ferencvárosról is, úgyhogy akár szerintem a Kisvárda szereplése rossz irányba is elmozdíthatja a magyar focit. Erről mit gondolsz? Nagyon nagy beleszólása, ebbe szerintem a Kisvárdának elmozdítani rossz irányba a magyar focit nincs, hiszen azért inkább nagy beleszólása van a Fradinak ebben, hiszen a Ferencváros sokkal népszerűbb és sokkal nagyobb klub, mint a Kisvárda. Várdán egyébként ez már rég megszokott volt, tehát most ez nem csak azon múlik, hogy légiósok vannak, mert ugyanennyi légióssal majdnem kiestek még pár éve az NB1-ből. Kicserélődött egyébként a csapat, viszont más légiósokra, velük viszont nagyon szárnyalnak. Úgyhogy azért nem minden, hogy egyébként ez annyira rossz fényt vetne a magyar focira, hogy pont a Kisvárda vetíteni ezt a fényt, inkább így fogalmaznék. Nyilván én sem azt mondom, hogy itt a magyar foci megrontója a Kisvárda, erről szó sincsen, mert azért tényleg az ő feltámadásuk évről évre látszik, hanem tényleg azt mondom, hogy ennyi légióssal ilyen teljesítményt elérni, azért ez valamennyire elmozdíthatja a csapatokat arra, hogy még több légióst igazoljanak. De ebben ne is menjünk bele még egyszer újra, inkább azt kérdezném meg, hogy egyre reálisabbnak tűnik az, hogy ők ott lesznek Európában. Szerinted ott mire lesznek képesek? Meddig juthatnak? Mivel rutintalanok azért szerintem egyébként nem sokáig, mivel a Kisvárdának szinte semmi európai kupa tapasztalata nincs, mint láthattuk a Puskás Akadémiánál is, egy Lech csapat képes volt kiverni egy 5-0-ás gólkülönbséggel, úgyhogy nem inném, hogy itt azért Kisvárdán nagy európai kupa szereplés lenne, de egyébként szerintem már az nagy szó lenne, hogy itt a konferenciálig első felejtező körében már látnánk a Kisvárdát. De egyébként erre most tényleg van sok esély, de van még sok forduló a bajnokságból, és ugye itt ez nagyon feltöntő lesz, hogy Mihály Borisszal milyen fordulatot vehet a Fehérvár. Következzen a Puskás Akadémia, az ő esetükben is inkább a jövőről kérdeznélek. Úgy látszik, hogy ők a legnagyobb ellenfelei a Fradinak. Reális cél lehet a bajnoki cím számukra? Hát nyilván reális, mert azért ott vannak tőlük pár pontra, és hogyha azt nézzük, hogy sikerült megverniük a tavaszi szezon első meccsén is őket, akkor azért szerintem nekik aztán tényleg
komolyan azt lehet gondolniuk, hogy ebben az évben meg lehet az a bajnoki cím, amit már tavaly is álmodtak róla. Szerintem mostának hozzá a legközelebb. Mit gondolsz, hogy ez meg lehet most nekik? Fencsúton látszik azért évről évre az, hogy fejlődik a klub, amióta Hornyák otthon, ugye egy bronzzal, tavaly ezüsttel, hogyha folytatódik a sor, mint akkor értelemszerűen idén arannyal. Ebben egyébként nem csak az van, hogy ahogy mondtad, hogy idén áll közelebb hozzá a Puskás Akadémia, nem csak azért, mert mondjuk jobban szerepelnek, mint tavaly, szerintem sokkal jobban egyébként nem, hanem inkább a Fradi gyengébb. Mert azért a második fordulóban azért ott volt az a súlyos 1-6-os vereség ugye a Puskásnál, meg évről évre látszik azt, hogy azért a Fradi elég ritkán veri meg egyébként a felcsútiakat. Felcsúton egyébként legutóbb 2015-ben nyert utoljára bajnoki meccset. Szóval azért sok minden nem változott azóta, inkább az, hogy a Fradi gyengült. Aztán, hogy ezt ki tudja használni a Puskás, ez nagyon jó kérdés, egyébként nekik sincsen rossz keretük. Mondjuk náluk is azért van pár légiós, ugye egy játékos érkezett Mezgani személyében, illetve még egy játékos, ugye Skribek visszatért kölcsönből Zalaegerszegről, és már gólt is szerzett. Ezen kívül egyébként túl nagy változás nem volt a Puskás keretében, szerintem nincs is ok rá. Úgyhogy jó keretekből áll a felcsúti együttes. Nagyon jól kezdték a tavaszt, aztán jött a meglepetés vereség az MTK ellen. Izgalmas lesz egyébként a bajnokság, tehát azért ugye a Kisvárda és a Ferencváros után most a Puskás elkezdődben harmadik csapatként a bajnoki aranyra. Április 2-án lesz egy Puskás Akadémia Ferencváros meccs. Az könnyen elképzelhető, hogy akár a bajnoki címről is dönteni fog. És azért, mint mondtad, a Fradinak nagy mumusa a Puskás Akadémia, és ezt most is bizonyította, hisz épp pont a Pancsó Arénában kaptak most ki. Szerinted az a meccs az már eldöntheti a bajnokságot, vagy attól még messze vagyunk, és inkább az utolsó fordulókra fog ez tolódni? Az, hogy eldöntse a bajnokságot, még nem, de nagyban befolyásolhatja. Ugye mondtam, 2015 óta nem nyert a Ferencváros felcsúton, szóval azért, hogyha ebből indulunk ki, akkor valószínűleg majd azért a Puskás Akadémia legalább egy ponttal gazdagodik hazai pályán a Fradi ellen, és ezzel is már botlik a Ferencváros, ami nyilván a Kisvárdának és a felcsútnak jó lesz. Úgyhogy nagyon jó kérdés, hogy az a meccs dönthet a bajnoki címről, de még egyszer mondom, szerintem nem fog, de nagyban befolyásolhatja egyébként majd azt, hogy hogyan alakul majd a végére a bajnokság. Nyilván ez majd a formától is függ, de ha megnézzük, most a Puskás nagyon jó formában várta a Sereghajt MTK-elni hazai meccset, és kikapott 2-1-re. Hát ilyen az NBA egy megjósolhatatlan meccs, csak ahogyan még az is megjósolhatatlan. Hát itt, mint fradista érzelmű, azért remélem, ez a rossz sorozatunk meg fog szakadni, és ezúttal már győzni fogunk a Puskás otthonában, de ebben most nem is menjünk bele, viszont következzen a Fradi. Na most a Fradi esetében érkezőkről lehetne beszélni, viszont nem érdemes, mert Bassin kívül a többi játékost még nem láthattuk bemutatkozni a Ferencvárosban, és az eddigi karrierjükről szerintem teljesen felesleges beszélni, akit érdekel, az már úgyis elolvasta, amikor bejelentették az átigazolást. Az viszont szerintem sokkal érdekesebb, hogy ebben a szezonban nem volt távozó Uzunin, és a nem sok vizet zavaró Csábráján kívül, viszont sok új igazolás jött. Na most szerintem már picit túl bő ez a keret. Ennyi játékosnak nem lehet lehetőséget adni folyamatosan, viszont hogyha játékos lehetőséget kap, azzal viszont könyörtelenül élnie kell. Na most szerintem ez egy olyan görcsöt válthat ki a játékosokba, ami nem feltétlenül lesz jó hatással a csapatra. Fradi ezért szerepelt jól ugye Európában az utóbbi években, mivel akárcsak a többi magyar csapathoz képest, a legtöbbhöz, mert azért vannak kivételek természetesen, a legtöbb magyar csapathoz képest ők is tele voltak légiósokkal, viszont őrőlük tényleg el lehetett mondani azt, hogy minőségi légiósok, hiszen olyat tettek hozzá a játékhoz, a csapat eredményeihez, hogy tényleg akár közönségkedvencek is lettek, mint például a most távozó Uzuni, de tavaly Tokmak, azt megelőzően Zubkov szerepelt nagyon jól a Ferencvárosban. Ez most nagyon nem mondható el egyébként, tehát ugye Csábrája is gyenge láncszem volt, ugye Zakariasszen is, annak ellenére, hogy a Zalaegerszegen megrúgta első bajnoki gólját, lehet, hogy azért nem a 20. fordulóba kellett volna neki először betalálni az NB1-ben, európai kupaporondon semmit nem mutatott szinte a norvég. Loncsár szerzett fontos gólokat Kisvárdon és Újpesten, de egyébként ami lenne a feladata, az sem végezte mindig jól. Ugye Baturina visszajött kölcsönből, de szinte semmit nem játszott ugye Lengyelországban.
Poznányban. A magyar fiataloknak meg a Ferencváros is szinte temető lett, hiszen Szántó Regi nagyon kevés játék lehetőséget kap. Csonka és Katona megint kölcsönbe kerültek, Gerát már ezelőtt kölcsön adta a klub, és megijöttek légiósok, ugye Auszki Buzuni pótlására. Na, én benne látom a legtöbbet, vagy belőle remélem. Egyébként az, hogy így Eziti, Marquinhos is érkeztek a hajrában, az is meglepett engem. Basserről meg, hát talán már említettem, ugye ő láttuk már őt játszani, egyelőre még nem szerzett gólt, azért ez a három bajnoki meccs per nulla gól azért nem a legjobb mutató nála, vagy nála bárkinél, aki mondjuk tényleg támadó. Azért az ő esetében hozzá kell tenni, hogy a Puskás ellen nem sokat játszott, és azért az Újpest ellen volt egy bődületes nagy kapufája, és azért jól mozog. Azért mondom, hogy azért van benne, tehát azért a nagyon szépen meglőtt azt a labdát egyébként. Tehát NBA-ben ritkán látszott, hogy ahogy ő ezt meglőtte, csak hát azért kicsit elmérte. Nyilván nem kapott sok játék lehetőséget, meg azért Uzuniból kiindulva azért nem az első meccsén fog brillírozni, aki tényleg, vagy nem biztos, hogy az első meccsén brillírozik az, aki majd előbb-utóbb közönség kedvenc lesz légiósként a Ferencvárosban. Nekem itt a Fradinál picit az az érzésem, hogy minden új igazolás az úgy van beharangozva, hogy ő az évszázad igazolása. És a szurkolók felé ez azt közvetíti, hogy hatalmas elvárások lesznek a játékos felé, és akár ennek is köszönhető az, hogy Zakariasen vagy éppen Lončar úgy látjuk, hogy nem játszik jól. Közben lehet, hogyha nem úgy harangozzák be, hogy ők milyen jó játékosok, akkor nem így gondoljuk. De nem is ez itt a fontos szerintem, hanem az, hogy a csapat szerintem most már nincs jó hatása az rá, hogy folyamatosan érkeznek új játékosok, ennyi ember van egy posztra. És most már nem is az van, hogy egy posztra két ember van, hanem akár három. Láttam az MB Sport Instagram oldalán egy olyan képet, hogy a Fradi csatárai, ha jól emlékszem, talán 11-en vannak már. Na most egy meccsen legjobb esetben is három csatár van, a maradék 8-al mi van? És azt látjuk egyelőre, hogy nem adják őket kölcsön, és nem is adják el őket. Ez itt a kérdés, hogy ennek mi lesz a vége? Az lesz, hogy nyáron hatalmas nagy takarítás, és kiszortírozzák a játékosokat? Az is meglepő lenne szerintem. Hát szerintem eleve a Rebrovéra alapemberi Boli és Tokmak távozni fognak nyáron, Bolira nagyon nagy az esély. Most Uzuni is távozott, egyébként visszakanyarodva az egyik felvetésedre, egyébként valóban ugye Lončar többször is bosnyák válogatott, és hogyha nem harangozzák be, úgy lehet nem tűnik annyira gyengének. Meg azért ő több gólt szerzett, mint az a Zakariasen, akinek mondjuk ez a feladata. Tehát azért, hogyha egy támadó szellemi játékost idehoznak a Ferencvárosba, és hogyha még nem is tudod, hogy Norvégiában milyen jól játszott, azért mégiscsak az elvárja az ember, hogyha már támadó vagy fiam, akkor azért rúgjál gólokat lehetőleg. Meg eleve nagyon gyenge játszott Zakariasen az első fél évben. Lehet egyébként ez az a legerszegi gól áttöri nála a gátat, és ezek után ő jó lesz. De igen, tehát ugye nagyon nagy rivalizálás lehet most pozícióknál, viszont itt a Ferencvárosnál, hogyha most a dolgok pozitív oldalát nézzük, el lesz az kerülve, hogy kidőjenek mondjuk emberek, és hiányposzt legyen, mint mondjuk a Vidinél mondjuk sokszor védőből, mert mindig lesz valaki. Az, hogy olyan minőséget nyújt, az már nincs garantálva, viszont hát hogyha megnézzük, itt van Sigér, aki azóta se játszott, amióta júliusban lesérült. És ugye Vécsei beugrott a helyére, és aztán ő lett így alapember. Nyilván ez így most Sigér jövőjét is megkérdőjelezi majd, de mindig van tartalék, mindig van ember, és általában papíron minőségi, az, hogy a pályán mit nyújt, az már ugye egy másik dolog. És szerinted ez a helyzet, ez meddig tartható, hogy ennyi játékos van, és csak igazol szinte a Ferencváros? Ez meddig tartható? Mert egy idő után azért ez már szerintem nagyon sok lesz. Ilyen bőjátékos kerettel nagyon kevés csapat rendelkezik. Magyar szinten meg végképp nem. Hát valószínűleg az nyáron, mondom, a Rebrovéra alapemberei valószínűleg távoznak. Most elsőként Boli Tokmakot emelném ki. Szerintem bár Tokmakra nem biztos, hogy lesz annyi vevő, mint mondjuk lett volna annó. Akkor ugye például ugye távozott Harakin is, mint mondtam, de az ő távozása is ugye meglepő volt. Tehát egyre inkább az a generáció, akik mondjuk BL-be, Európa Ligába jutottak, ők elhagyják a klubot és jönnek az újak. Ez rendszeres lesz, tehát majd itt ki fog egyensúlyozódni egyébként, hogy szépen idővel,
most az elkövetkezendő két átigazolási időszakban kicsit több távozó, kicsit kevesebb érkező. Mert ha megnézzük, egyébként a Ferencváros mintha ilyen pánikrohamot kapott volna, és az utolsó napokban kezdett el igazolni, mert sokáig csak egyedül Bassit igazolta le, és úgy nézett ki, hogy egy igazolással zárja az egész átigazolási időszakot. Aztán a végén Csabráját ugye kölcsönadták, Csonkát Budafokra, Katonát Soroksárra, és az utolsó napokban meg ugye érkezett 3-4 ember is. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a Pászka Lórend személyében, aki egyébként túl sokat, azon kívül, hogy a Ferencvárosban is pályára lépett, egyébként szerintem túl sokat nem változott az ő szerepköre, mert ugyanúgy játszott Soroksáron, meg szerintem fog is. Ugye ő jött Csábrája helyére, nagyon kíváncsi leszek egyébként azért rá, hogy ő esetleg be tud-e robbanni a Fradiban, valószínűleg nem idén. Tehát kiindulva abból, hogy a Ferencváros nem ilyenek voltak az utóbbi igazolások, hogy sütnek el. Nem sok jövőt jósolnék Pászkának a Ferencvárosnál, azért kívánjuk neki a legjobbakat. De az volt az érdekes, hogy itt a Ferencváros tényleg az utolsó napokban vásárolt be igazán, előtte meg szinte semmi. És szerinted itt a kölcsönadási politika az milyen? Mert én úgy látom, hogy tényleg számos olyan játékos van, akit még kölcsön lehetne adni. És például ilyen Szántó Regő. Na most nála ez most aktuális hír is, hisz azt lehetett olvasni, hogy a Dunaszerdai kölcsön venni őt, viszont ez egyelőre nem történt meg, viszont azt hozzá kell tenni, hogy Szlovákiában az átigazolási szezon az, ha jól emlékszem, február végéig tart, így erre még van esély, és szerintem Szántó számára nem is lenne rossz. Mert így, hogy még igazoltak csatárokat, hát nem gondolnám, hogy sokkal többet játszana, sőt. Hát Szántó a kisebb csapatokban, ahol több játék lehetőséget kapott el, vagy gyöngyszemnek számított, szinte ott húzó ember volt Zalaegerszegen is, Győrben is, ahonnan a Ferencvároshoz került. Dunaszerda helyen is szerintem jó helye lenne, talán jobb is itt, mint most a Fradiban. De hogyha mondjuk Csercseszov tényleg beépíteni őt, akkor nem is kéne őt kölcsön adni, csak erre meg hát mennyi az esély, nagyon kevés. De jelenleg Szántó az, aki a legnagyobb potenciállal rendelkezik a magyar játékosok közül a Fradiban. Mert azért vannak magyar fiatalok a Ferencvárosban, ugye például a fiatal Köncei is játszott ugye a kupában, akkor említhetném ugye Csonkát, Katonát, akik most kölcsönbe kerültek, Pászkát is, aki ugye most került a Fradihoz, Gera, aki kölcsönben van a Puskásnál, és még talán sorolhatnám, mert biztosan vannak azért még fiatal magyar játékosok a Fradiban, csak hát tényleg csak azok a magyarok kapnak játék lehetőséget, akik a magyar válogatottnak is oszlopos tagjai, ilyen Botka, ilyen Dibusz, ugye Sigér most az őt váltó Vécsei, ahogyan a válogatottban is szinte őt váltotta a Vécsei. Úgyhogy Szántónak nincs sok esélye szerintem most bekerülni a Fradiba, pedig szerintem megérdemelné, mert amikor játszott, általában bizonyított is. Igen, én is ezt hallom egyébként, én rendszeresen járok a mérkőzésekre, és ott azért a szurkolók körében is Szántó kérdése azért egy rendszeresen forgatott téma, és itt a szurkolók körében is egyre inkább azt hallom, hogy Szántó sokkal többször kéne játszatni. Mert a Honvéd elleni meccsen is beállt, gyönyörű cselt követően adott egy kiváló gólpasszt, és ez győztes gólt ért. És én is azt látom, hogy amikor játszik, ő aztán megragadja az alkalmat. És szerintem ezt egyébként Csercseszov észrevetni, és hát lehet, hogy észre is vette, és neki is az a célja, hogy beépítse őt a csapatba, mert úgy gondolom, hogy a Fradi azzal, ha esetleg véglegesen is eladná Szántót, egy hatalmas tehetségtől estének el. Az biztos, viszont Szántó karrierjét nézve jobban jön neki belőle, és az a csapat is, amelyik megvenné Szántót. Mert hogyha a Ferencváros nem tart rá igényt, már pedig jelen állás szerint tényleg nem tart rá igényt, mert Szántó már megérett arra, hogy azért több játékpercet kapjon a Ferencvárosban, akkor inkább adják el én szerintem, mert eleve azzal is már sokat veszítenek, ha nem játszatják, ha meg eladják, akkor még igazából majdnem, hogy teljesen mindegy, viszont a játékos és annak a klubnak a számára, aki a Szántó Regő játékjoga kerül, na annak viszont tényleg jó fogás lenne Szántó. Igen, és szerintem ezért inkább a kölcsönadási opció lenne a legjobb, de Szántóval ne is foglalkozunk már többet, mert lassan többet foglalkozunk Szántóval, mint néhány csapattal. Viszont egy kérdésem még lenne a Fradival kapcsolatban. Itt Gábrics kérdése egy sorozatra jövő kérdés itt Fradis berkeken belül. Na most az ő kérdése is egy nagyon érdekes. Na most őt aztán tényleg úgy harangozták be, hogy ő itt az évszázad igazolása. A Golden Boy listán is rajta volt, ezt nagybetűkkel írták ki mindenhol. Na most ehhez képest
hát nem váltotta meg a világot. Nem is játszott sokat, de amikor játszott, akkor sem makulátlanul. Voltak jó cselei, voltak jó lövései, de eddig, jól emlékszem, a 60 ellen van egy gólja. Na most azért szerintem egy így beharangozott játékostól többet kéne nyújtania. Nyilván valószínűleg edzéseken sem szolgált rá akkor a jó játékpercekre. Nyilván te azért többet láttad a Ferencváros mérkőzéseit, mint én, úgyhogy hát ilyen szempontból nézve Gavrics, amikor játszott is nem túl jól, azért Csercseszovnál már nekem feltűnt, hogy egy kicsivel többet veti be a mély vízbe Gavricsot. Nyilván egyébként ez talán a legnagyobb buktató itt az NB1-ben, hogy aki nagyon be van harangozva, annak a 60-70%-et, tehát megkockáztatom a 80 is, hát rendesen elhasol és elbukik, és általában vagy amiatt van, amit te is említettél, hogy tényleg talán túlságosan be voltak harangozva, és tényleg csak ennyit tudnak, de néha egyébként, mikor láttuk, például a magyar válogatottban most felhozom Stíbert, azért őt láttuk már játszani, azért hát nem úgy játszik az NB1-ben, mint mondjuk Agnó ott a magyar válogatottban, tehát ott saját teljesítményes beharangozása alatt is teljesít egy játékos. Nyilván Gavrics nagyon nagy sztárnak volt kikiáltva, hát ehhez képest egyelőre rendesen eltűnik a Fradiból. És akkor most jöjjön a végén egy kis NB2. Azért itt is voltak kisebb, nagyobb, érdekesebb átigazolások. Ezek közül melyik transfer az, vagy melyik azok a transferek, amelyeket kiemelnél? Hát először kezdem azzal, ugye aki lát, meg nagyon követ, meg részletesen ismer, az tudja, hogy ezért kicsit a Szombathelyhez azért valamennyire húz a szívem, meg azért sokat felemlítettem Guzmicsot is, szóval nyilván ugye a haladással kapcsolatban azért jobban tájékozott vagyok, de ami Szombathelyen megy átigazolási politika néven, hát az valami hihetetlen, én ezzel kezdeném, mert emellett nem mehetek el. Hát kezdjük azzal, hogy rengeteg szombathelyi fiatalt ad kölcsön a haladás ugye az NB1-be, az Alaegerszegre, az ősi riválishoz. Na most egyébként ebből nagyon nem jöttünk ki utólag sem jól, mert például a NB2-es riválisokhoz kerültek ezek a játékosok, például Szalai Szabolcs a Tiszakécskéhez, igaz feljutásban nem rivális a Tiszakécske, de mégis egy ligában vannak. Akkor Tóth Gábor Kristóf például annó a Honvédhoz került, és a Honvéd meg kölcsön adta őt Kozinc Barcikára, és Siófokra. Tehát tulajdonképpen ez olyan, mintha egy NB2-es csapathoz eladnánk a játékosokat, és nem fejlődnek. De ami idén történt, az tényleg valami elképesztő. Ugye a haladásnak van egy nagyon tehetséges fiatal középhátvédje, ugye Mocsi Attila, és nagyon jó idén a haladásnak a védelme, nem tudom mennyire követed az NB2-t, de egyébként főleg az azon elején makulátlan volt szinte a védelme, nagyon kevés gólt kapott a haladás. És hát Mocsi Érdben jelentkezett az Alaegerszeg, és nyilván egy NB1-es ajánlat. Még azt mondja az ember, hogy hát oké, rivális, de nyilván Mocsi fejlődése szempontjából lehet, hogy nem rossz döntés, de nyilván nem a legjobb, hogy egy feljutásért küzdő csapat a szezon közben veszíti el egyik legfontosabb emberét. Viszont az egyik legviccesebb átigazolás, talán az egész NB1-et, NB2-t idevéve, az Liviu Antal. Ugye a haladás nagyon küszköd azzal, hogy gólokat rúgjon. A jó védekezés mellett azért eléggé gólszegény meccseket játszott a haladás, tehát kell előre egy jó támadó. Leigazolta a haladás Lencse Lászlót a Gyirmódtól, aki az utóbbi időben tényleg az NB2-ben bizonyított igazán a Gyirmód, és az MTK színeiben már van is egy gólja a békés csapat ellen, úgyhogy azért Lencse jó lesz oda előre, mert nincsen posztriválisa sem, tehát Érceg állandóan sérült. És jött Liviu Antal, aki kétszeres román gólkirály, tehát volt alá ajánló levele, nagyon jó, jön még egy támadó. És aztán két hét múlva az Alaegerszeg bejelent, hogy fél évre kölcsön vette Liviu Antalt. Na most eleve az Alaegerszegen, ahol ott van Costa, úgy Zimony ugyan támozott, de azért Zalaegerszegen megvannak a támadók. Kérdés, mennyi játék lehetőséget kap Antal, ráadásul a haladásnak nyilván jobb, vagy több, nagyobb szüksége lenne arra, hogy Antal a haladás játékosa legyen, mint hogy az Zalaegerszegén, mert kellenek nyilván a Halinak a gólok, miközben az Zalaegerszeg talán nem tart rá akkora igényt, és fél évre vette ugye kölcsön csak az Etet, tehát tulajdonképpen vettünk az Etének egy csatárt. És úgy, hogy Zalaegerszegen valószínűleg nem nagyon fog játszani, nekünk még nem maradt gólvágunk. Tehát ez szinte érthetetlen. Úgyhogy én szerintem ezzel kezdeném, és ezzel emelném ki, hogy amit Szombathely és Alaegerszeg között van, az tényleg valami hihetetlen. Ráadásul így összességében csak egy csatára erősödött a haladás, és ugye Mocsi helyén érkezett Csató Martin a védelembe. Tehát igazából a haladásról ennyit. Ami még a további három feljutásra esélyes csapatot illeti, ugye a Kecskemétnek meg kellett válnia ugye Belényesitől, aki
nagyon jó védő, ugye Diós Györb a riválishoz került, úgyhogy ennyivel nem kerültek előre, de szerintem Paudics Patrik és Tóth Dávid megszerzése az egy jó erősítés Kecskeméten. Akkor ugye Diós Györben, mint mondtam, ott Belényesi mellett ugye leigazolták Rotem Kellert, ugye egy izraeli magyar kettős állampolgárú játékos, itt nagyon még nem volt szerencsénk látni, csak egy mérkőzésen a Kecskemét ellen. Akkor ugye Lukász, aki azért jól ismerte, ugye Kisvárdából érkezett, szerintem tökéletesen beleélhet majd a Diósgyőr középpályájába, illetve Eppel Márton, akiről már esett szó a Honvédnál, ugye itt nyerné vissza a régi formáját Diósgyőrben. Viszont Diósgyőrben meg nagyon sok a csatár, ugye Hornyák, Horváth Zoltán, Molnár, Könyves Norbert, úgyhogy nem lesz könnyű dolga Eppelnek, és akkor még gyorsan azért a Vasasról is essen szó. Most azért kicsit nyugodtabb volt az átigazolási időszak Angyalföldön. Ugye egy fiatal játékos, Cif Dominik érkezett, mondjuk összetebb sok játék lehetőséget ennyi támadó mellett nem kap. Zimonyiról ugye már esett szó, illetve Érik Farkas Sebestyént emelném még ki, aki ugye Budafokról érkezett, és egyelőre játszik is, úgyhogy úgy néz ki tényleg Érik Farkassal, majdnem, hogy mint kezdőjátékos számolnak Angyalföldön. Úgyhogy az élcsapatokról, a négy feljutásra esélyes csapatról ennyit. Ugye a Szeged jelentkezett még be így a fordulók alatt, még azért róluk pár szót, ugye Csopot Kevin mellett megszerezték Bence Márkot, illetve Debreceni Ákost a Pakstól. Bence is ugye Csobottal volt még annak az U17-es válogatottnak a tagja, amely 2017-ben majdnem kijutott a világbajnokságra, úgyhogy Bencét onnan ismerhetjük, ugye a Csákvártól érkezett, úgyhogy az élcsapatokra így röviden ennyit. És te, mint Haladás szurkoló, ezek szerint bevezettél esetleg egy olyan szabályt, hogy a Haladás és a Zalaegerszeg között ne legyen játékos mozgás? Mert úgy látom, hogy azért ez téged elég rendesen felzaklatott, hogy és teljesen igazad van benne, hogy a Haladás a legjobb játékosait rendre továbbadja a nagy rivális, ősi rivális Zalaegerszegnek. Szerinted szükség lenne egy ilyen szabályra? Nem a szabályra lenne szükség, szerintem, hanem egy hanem egy rendes, normális klubvezetésre, vagy inkább egy normális átigazolás politikára. De a klubvezetést azt nem akarom annyira szidni, mert mégiscsak egy olyan játékos kerettel állunk feljutó helyen, vagy állunk a feljutáshoz közel, meg álltunk feljutó helyen, amely inkább azért inkább egy ilyen 16. 13. pozíció közti játékos keret, vagy inkább egy ilyen középcsapat, inkább maradjunk annyiban. Tehát, de meg azért jöttek jó játékosok, úgymond, tehát Lencse leigazolása egyébként jó volt, szerintem. De az, hogy azért ennyi fiatalt odaadni az ETA-nek, tehát én nem tudom, hogy ezek azért szerintem nem olyan visszautasíthatatlan ajánlatok. Meg eleve a játékosoknál is, nem tudom, most nem tudom, te például Fradi szurkoló most azzal jöjjek, hát nem tudom, hogy mit szólnál, ha mondjuk holnap meglátnád, hogy Vécsei vagy Sigér vagy Dibusz az Újpestbe igazolt. Nyilván ez egy jobb játék, vagy egy jobb lehetőség a fiatalok előtt, hogy NB1-be játszanak, mert az ETA NB1-es, de mint látszik, rengetegen belebuknak abba, hogy aztán végül visszakerülnek az NB2-be, és a Halinál is alacsonyabb a jegyzett csapatokhoz, vagy az ETA NB3-as csapatába játszanak, aminek tényleg semmi értelme, mert sem a játékosnak nem jó, sem a Haladásnak, az a Zalaegerszegnek még igazából tök mindegy. Igen, és szerintem talán itt látszik a mai focinak az árnyoldala, hogy a játékosok már nem annyira kötődnek egyes klubokhoz, mint korábban. Amikor odaigazolnak, aláírják a szerződést, mosolyognak, elmondják, hogy egy milyen jó klubhoz érkeztek, majd az ősi riválishoz akár fél év, egy év után továbbállnak. Ez szerintem nem egy jó dolog, és szerintem ezen igazából változtatni kéne, és ilyen szempontból a játékosokat nem tudom megérteni, mert azért mégiscsak ezt a példát említve, mégiscsak az NB1-ből keresik meg őket, viszont azt nem gondolnám, hogy egy ilyen ősi rivális csapathoz csak azért odaigazolnak, mert NB1-es. És azért ezt ők se gondolhatják, hogy ott egyből beverekszik magukat a kezdőcsapatba. És szerintem már jó néhány játékos megmutatta azt, mint te is mondtad, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy megragadnak az NB1-ben. Sőt, szerintem ez már bőven elég tanulópénz ahhoz, hogy ezt többé ne kövessék el. Persze biztos elfogják, de ez tényleg nagyon érdekes téma, és erről is sokat lehetne beszélni. Meg ráadásul, hogyha fél évet még itt maradnak, akár a Haladás jövőre NB1-es is lehetne. Egyébként így szerintem nem fog. Tehát látva egy az első három tavaszi meccset, és azt, hogy tényleg jó, Antalt nem tudjuk, hogy mennyire lett volna jó ott elől, de hát Mocsi kiesése meglátszik a védelmen, mert most azért sok volt kaptunk, ugye legutóbbi két meccsen hármat is, ezért ez nem volt jellemző a csapatra, és
Tehát nem hiszem egyébként, mert most csak az ötödik helyen van a haladás, nyilván még meg lehet, de nincs rá sok esély, meg legyen a feljutás. De hogyha itt tényleg még jobban összeáll a csapat, meg Mocsi is marad, akkor egyébként jövőre egy NB1-es csapatba, ahol alapemberek maradhattak volna, akár. Tehát egyébként ez is benne van, hogyha maradnak és kiharcolják a feljutást, akkor meg már be vannak épülve egy NB1-es csapatba. De egyébként az, hogy távozzanak egy rivális, az egyértelmű pénzügyi okai is lehetnek, vagy hát főleg ilyen pénzügyi háttere. Hogyha tisztában vannak azzal, hogy egy NB1-ben azért nem nagyon fognak játszani. És akkor térjünk is rá arra, hogy szerinted kik lesznek a feljutók, tudsz-e már ilyet mondani? Azért nekem úgy tűnt, hogy úgy gondolod, hogy a haladás már nem fog feljutni így ezeknek a transfereknek köszönhetően. Szerinted egyébként a Vasas képes még egyszer elrontani a feljutást? Vagy most már azért ott állja az NB1-ben és ezt be is bizonyítják? Egyébként képesek lehetnek, mert a rangadókon nem szerepeltek valami jól, ugye botlottak például ugye a Kecskemét ellen, Diós Győrt egy meccsen sem tudták megverni, és még a sereghajtó Budafok ellen is botlottak. Hát hogyha azt mond, hát figyelj, hogyha szívem szerint mondom, akkor a Haladás és Kecskemét jut fel, mert a Kecskemét ez egyébként egy nagyon szimpatikus csapat. Tehát olyan szempontból nincs sok közem hozzájuk így érzelmileg, mint a Haladáshoz, de korábbi NB1-es csapat is egyébként ott egy nagyon jó kis csapat épült Kecskeméten, hasonló, mint mondjuk a tavalyi Pécs volt. Szerintem nem lesz meg a feljutásuk, de nyilván szívem szerint ezt a két csapatot mondanám. Hát hogyha meg a realitást nézzük, meg az eszem szerint gondolkodok, akkor értelemszerűen Diós Győr és Vasas. Hát úgy lenne nyilván igazságos, hogyha mondjuk... Hát én mindig erre a kérdésre egyébként így a kettő közt válaszolok, és általában azt mondom, hogy akkor legyen Diós Győr és Haladás. És akkor térjünk is rá erre ennek a maratoni adásnak az utolsó részére. Összesítve szerinted az NBA-ben melyik volt a legjobb igazolás? Hát erre a kérdésre akkor lehet nagyon jól válaszolni, amikor már túl vagyunk egy nagyjából olyan egy fél éven, vagy esetleg egy év múlva erre visszakanyarodunk. Nyilván így csak azt tudom mondani, hogy nevekre melyik a legnagyobb igazolások. Hát egyértelműen kiemelném ugye Kádárt az Újpestből, akivel kezdődött ez a podcast, akkor Futács Márkót, Stíber Zoltánt, illetve Spirovskit, valamint azért Rajkovicsnak is nagy neve volt, Onovónak is, illetve Aszkinak is. Úgyhogy összességében, mint látszik, az Újpest és az MTK, amelynek azért rá is fér a keretére az erősítés, most ők igazolták úgymond a legnagyobb neveket, hogy ők tényleg beválnak-e, meglátjuk. Akkor ezek után meg se kérdezem, hogy melyik igazolások azok, amik szerinted nem fognak beválni, ez ugyanolyan, mint a legjobb. Igazából nem lehet még megmondani így pár fordulóval az igazolásuk után. Hát a kedves nézőknek meg köszönöm, hogyha esetleg végighallgatták ezt az adást. Hát nagyon remélem, hogy azért akadnak olyanok, akik ezt a közel 2,5 órás adást végighallgatták. Hát nekik köszönöm, és neked Ákos, hogy ezt ebben segítettél, és itt voltál velem az egész adás során. Kíváncsian várom, és szerintem te is az, hogy ezek a játékosok hogy fognak teljesíteni az elkövetkezendő időkben, és az biztos, hogy nagyon izgalmas tavaszi szezont láthatunk majd mindkét osztályban. Köszönöm szépen, én is tudom, hogy itt lettem. Ne haragudj, azért tudom, nem kérdezted meg, de azért szerintem azért említsük még ezt még meg. Tehát, hogyha halud már legyen kövér, hogy kik azok, akik valószínűleg nem fognak beválni, én azért felírtam itt magamnak, azért valószínűleg a Márkinyos Basszai kettősből itt valaki azért ki fog lógni, mint a Fradinál. Akkor én például az Újpestnek a két kameruni játékosából, Jahájából és Bumából sok jót nem jósolok. A Kövesnél említettem, hogy ott azért Ikenek Ingen a legtöbb légiós szerintem bukni fog. Illetve Fánkesszelt is mondtam, Babunszki sem egyelőre a legjobb igazolásnak tűnik ezen a télen. Úgyhogy azért lesz ebből bőven, én most őket nevezném így meg első körben, szerintem egyébként sajnos sok is be fog válni. Úgyhogy én ezzel zárnám így vendégként a podcastet. Köszönöm szépen, hogy itt láttam, megtisztelő volt a Gólvonal műsorában szerepelni, és köszönöm a nézőknek is, hogyha ők is végighallgatták ezt az egészet, úgyhogy sziasztok! Sziasztok!